közvetlenül a Budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben, a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai: Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! Na, hát akkor kezdjük el, gyerekek. 6 óra után, 8 perccel ilyen korán itt vagyunk. Hello, szevasztok. Hello, Feri, hello, Jani is itt van mindjárt. Hol? Ja. Kezdődik a hét, gyerekek, az utolsó novemberi naptól fájdalmas búcsút veszünk. És hogy fejest túrunk a decemberbe. És ráfordulunk. Micsoda december lesz. Ráfordulunk az utolsó, két és fél hétre, nagyjából háromra maximum. Három az, de hogy most lassacskán azért ez így eltelt. Nagyon eltelt, vége az évnek, gyerekek. Nagyon, holnap december. Nagyon rosszul telt el, vagy hát igen. Határ esett, de azért voltak benne nem túl szép dolgok. Így van, tegnap meggyújtottuk az adventi gyertyát. Gyújtottatok? Gyújtottunk. Nagyon helyes. Nagyon. Gyújtottunk, aztán elfújtuk, mert untuk. Igen, meg hát kigyullad a lakás. De az meg a másik. Jó volt, meggyújtottuk. Jó, gyerekek, kétszer belenyúlt, csupa viaszt lett minden, úgyhogy ezt. De gyújtottuk, abszolút való. Hogy a gyerek belenyúl, viaszos lesz, ennyi. Oké. Okay. Teljesen jó, igen. Meggyújtottuk. Persze, hát ez 4 hét múlva karácsony. Három teljes hét van, és utána van hétfőket, szerda és csütörtök a karácsony. Én valahogy úgy. Megmondom nektek őszintén, hogy annyira nem készülök rá. Annyira, ez most nekem se jön. Hát 21-e hétfő. Ott vagyunk. 24 csütörtök. És a 21-e, 20-21-e körül hagyjuk abba magát az adást, és 24 a csütörtök, így van. És aztán majd csak január. Tehát három egész hét, meg egy nagyon kicsi. Szevasz, Lackó, te is gyújtottál adventi gyertyát? Dehogy gyújtok. Szeretlek ezt, dehogy gyújtani. Minek gyújtani? Csak ajándékok megvannak? Fele megvan, tényleg? Boríték, készpénz ment mindenkinek? Helyes. Rendeltetek online ajándékot, nagyon jó. Jánosról tudsz valamit, vagy láttál valamit, vagy érkezik? Itt van, mert beköszönt, de aztán nagyon gyorsan elfutott. Elment zuhanyozni valószínű. Nem? Hát igen, mondjuk el lehet indulni korábban, és na mindegy. Mindegy, hát nem, azért nem érdekes igazából. Na, milyen volt a hétvége, jó volt? Nagyon jó, gyönyörű idő volt, mondjuk nem volt túl meleg. Hát figyeljetek, az van, hogy elindultam, hogy megpróbálok visszaállni a sporttevékenységre, mert én a Covid fertőzésünk után, avagy a franc se tudja, hogy mi volt az, legalábbis az én esetemben, mert nekem nem volt nagyon tünetem. Mindenki elmondta, hogy nem szabad, tehát hogy nem szabad, vigyázzál magadra, plusz van ez a farizom gyulladás. Oké, de már kivezényeltem magam kerékpározni a hétvégén. Egy szolid 2 fok volt mindösszesen, de hát a bátor biciklista beöltözik, látszik ugye Jánosunkon is, aki hajnalba tud ezzel jönni. Szevasz, János. Itt János vagyok, hát sziasztok, nem tűntem el. De nem izgultunk, nem csak. Nem azért, hát csak tudjuk, van egy adás. Annak is mondtam, rajt is körül ennyi érdeklő, sőt nem, talán felejt. Nem izgultunk, hogy megjegyeztük, hogy hol vagy. Kinek küldjünk üzenetet, hogy elindultam műsor. Ez a 6 réteg ruha, ez egy picit. Megdolgozod, de legközelebb már egy picit. Ne öltöz föl ennyire. Nem kell. Nagyon jó. Ugye? És nagyon jó. Na, egyébként pont azt mesélem, hogy elindultam én is kerékpározni a hétvégén, mondom, így visszaállok ebbe a sportos életbe, beöltöztem, kalucsnik, minden, nem fáztam. Figyeljetek, ebbe tényleg van valami, hogy még hosszú hetekkel a vírus fertőzése után, ja. Figyelj, nem kapok levegőt, de nem ám úgy, hogy úgy megyek, mint régen. Hát vegyél. Igen. Ez egy jó kis hét lesz. Azt a édeségedegé. Na, szóval nem még úgy, mint régen 15-te. Nem, azért mondom, hogy igen, volt sem egy nagyobb. De most csak 10. Hát már most fájasz. Jaj, Istenem. Úristen, görcsöt kapok, úgy fájasz. Jaj, na. Na, igen? Én igen? Kinevettem magam, már nincs is több a sztori. Csak azért dobtam, hogy tudjatok rájönni. Jövünk. Jaj, de jó volt így nevetni reggel. Jaj, ez egy kis nevető joga, az mindig így korán reggel, azért az úgy kitisztítja. Ugye, hogy csak kiváratlanul nevetsz egy kicsit, és így, és akkor így beindul a reggel. Lehet már oda figyelni!
Ja, ezt inkább nem mondjam. Ezt ne. Ezt nem. Na jó. Szóval, hogy elindítottad állam. Újra a sportot. És nem megy. Ja, és nem megy. És hát nyilvánvaló, ugye az ember nem edzett, meg mit tudom én, de ilyen bentieket én csináltam, az akkor is, amikor otthon voltam, ilyen mindenféle erősítéseket, de hogy egy órára elmentem bringázni, én azt hittem, hogy meghalok, hogy nem nagyon kapsz, sokan vannak nem kapsz COVID levegőt. Utóhatás. Igen, COVID, igen. COVID utóhatás. A sportolóknál is egy-másfél hónapon utána, nagyon ami durva. Utána már ugye egy negatív tesztet produkált, azután még mindig sehol nincsen korábbi önmagához képest. Nyilván ezt szokták mondani, hogy ugye azért teljesen más egy élsportolónál, ugye az edzés mennyiség, meg mondjuk egy hobbi sportolónál, mint mondjuk nálunk. Úgyhogy, de nagyon szépen, lassan, fokozatosan, annyit nincsen ebben, annyit nem ér meg az egész, hogy elkapkod. Nem akartam én 16-tal menni, nem. Érted? Vagy 15-tel. Ne kezd! Ja. Csak mondom, egy 10-zel legalább. Egy észre. Az van, elmondom, mi van. Na mi? Na mi van? Mi van? Kivel? Mi van? Elmondom, mi van, hogy mit csináljál, ami igen. fontos. Egy barátom ugyanezen átesett. És igen, neki azt tanácsolták, hogy ne kezdjen el terhelésesen sportolni. Ez mondjuk jó volt. Hanem terheléses EKG-t csináljon, ugyanis megfejtették, hogy a COVID az úgy húzódik rá a szívizomra, hogy nem veszed észre. Uh-huh. És ha elkezded nagyon terhelni a COVID után, aha. Mondták a dokik, hogy ne csinálja, ez már egy szinte szakkönyvbe vett utóhatás, hogy fulladás, kimerültség, stb. De hogy szívizom húzódás van, ráhúzódik, aha. és ha elkezdett hirtelen megterhelni, akkor leesel a bringáról, aztán csövik. Elhívtam teniszezni, és mondta, hogy nem jön el, mert hogy terheléses EKG-t javasoltak neki, őt is eléggé meg... Szívultrahangot, és terheléses EKG, nem vicc, megrángatta a COVID eléggé, és azt mondták, hogy ezt mindenképpen csinálja meg, mert hirtelen elkezdett terhelni, hirtelen visszaugrasz. Aztán gurulsz egyet a bringán balra be, te meg az árokba gurulsz Tigris no. Bukfencbe, csak az a baj, hogyha nincs nálad mobil, akkor belőle. Napokig nem találnak meg. Igen, csak úgy, az jár vele jól, aki a bringát megtalálja. Sem eddig nem tart, megvan, elugrasz, legyen jó. És megnézik, pillanatok alatt megvan, sem eddig nem tart, de ő terheléses EKG-t írt, hogy ezt tanácsolták neki, és azt mondják, hogy 3-4 hét, az neked ugye eltelt, és csak terheléses EKG-t követően sportoljon az ember. Állítólag néha ráhúzódik a szívizomra, és nem tud róla az ember, de sportnál baj lehet. Ezt küldte, ezt mondta neki a doki, ő meg is csinálja, teniszezik, és mondta, hogy nem kezdi el, hogy nehogy valami alattomos sztori legyen. Úgyhogy ezt érdemes, ezzel fuss egy kört. Akkor. Főleg, ha érzed, hogy fulladsz meg mindent, tehát ez nem véletlen. Ez volt tegnap is, mondom biztosan. De ez COVID. Nem, ez utóhatás. És ez még gyerekeknél is van. Aki úgy megy át, hogy nem veszed észre, az is egy kicsit hirtelen azt veszed észre, hogy eddig fölfutott a harmadikra, fáradékonyabb, nem bringázik annyit, nem úgy veszi a levegőt. Pedig nem volt tünete, csak az, ebből látott, hogy akár az is lehet, hogy átment rajta egy COVID. TB-re uh-huh. lehet csináltatni. Figyelj, most már mindegy, egyet több vagy kevesebb. Hát azért elég hosszú időn keresztül fizetted, én azt gondolom. 32 éven keresztül. Igen. Nem, fogad meg a tanácsot, mert ráadásul te még kapsz is terhelést, mert ezt egy teniszező írta, de hogy te, azért még igen. csak triatlonos. De nagyon, nagyon együtt kezdtük újra a sportot, mert pénteken én is elmentem teniszezni. Na, újra a kezembe vettem a teniszütőt. Milyen érdekes, élével. Aztán letettem, és mondtam, hogy menjen ez az anyjába, nyugyunk inkább valamit. Elmentem, hogy jó berúg. De hát nincs itt senki, kivel teniszez meg? Nem, elkezdtem én is újra. És kivel mentél? Edzővel. Ja, edzős? Rendesen edzővel. Visszaépítem a teniszkarrieremet, közel 2 éves kiadás volt? Után. Volt? Nagyon jó. A teniszkarrieremet? Én szerintem jogos a kérdés. Hát én úgy hívom. Igen. Nem mondjuk, legalább neked az. Én úgy hívom. És úgy, akkor bent vagy? Már van fedett. Sátor, persze. A sátrat, kering benne a COVID így körbe, menjetek csak. Aha. Legjobb sport, 20 méterre vagytok egymástól, nem találkoztok. Kivéve az öltöző és a büfé. Úgyhogy, na mindegy, azért ezt ne felejtsd el. Nem felejtem, nem. Akkor intézek magamnak egy ilyet. Ez ne reklámoz, mert tilos. Mit? Ja, mit? Mit? Ja, tenisz. Ja, nem mondtam, hogy évek óta leigazolt sportoló vagyok, ezt nem mondtam, igen. hogy évek... Ne butáskodjatok, hát nem gondoltok, hogy most igazoltak le, mint egyébként 50 ezer gyereket, akik hirtelen leigazolt teniszezők, futballisták, vízipólósok, és nem tudom, hát nem mondtam, hogy leigazoltak. Hát gyerekek. Most ez olyan, mint hogyha hosszú kattinga bizonygatná, hogy van vízi jártasság. Nem? Na. 13 évvel igazolt verseny, versenyszerű szenyor bajnokságokon induló teniszező vagyok. Na, a szenyoresében. Ez egy alapvetően argentin gyökerekkel rendelkező sportklub. Bizonyám. Így van. Nem mondtam? Hát ez alap, hát ilyeneket ne kérdezzetek. Hát le vagyok igazolva, mert igazolta lehetsz ugye sportolni. Hát érted? Így van. Igazoltak hirtelen 50 ezer gyereket is. Így van. Úgy örül a foci szövetség, meg a tenisz szövetség, meg mindenki, mert tele lettek igazolt sportolókkal.
Na mindegy, úgyhogy csak óvatosan, csak lassacskán. Okosba. Csak ésszel, csak ügyesen, meg itt, stb. Jó? De nagyon jó idő volt hétvégén. Jó, gyönyörű idő volt. Fia, vasárnap, főleg a vasárnap az egyszerűen volt. Csodálatos volt. Mi Balatonon voltunk. Nagyon jól tettétek. Én meg fölraktam a karácsonyi dekorációt. Na. Hátul az egyik. De meggyújtottál egyik a mécses? Hogy nem. Különörbe a házon. De nem olyan szinten, mint mondjuk, hogy hívják a nénit. Eta néni, Etus néninek, szegénynek most ugye idén nem lehet, nem fognak csodájára járni, de hát azért Móni elég erőteljesen kapaszkodik, így évről évre így próbálkozik, így hát így mindig kiderül ilyenkor decemberben, hogy van már szezonban, hogy vásárolt így évközben is ezt, azt, amazt, amikor egy kicsit olcsóbb volt. És most meglepett egy ilyen 8 méter hosszú, nem hittem el, 8 méter hosszú ilyen fényvízesés, vagy én nem is tudom, minek nevezzem. Van egy karika, ezt fölrakod a legtetejébe a fának, vagy a hamis ciprusnak, és oldalt 10 darab ilyen kis lelógó van, tele 8 méter hosszan, tele kis ledizzókkal. Most ez nagyon jó egyébként, amikor egy ilyen 8 méter hosszú vackot fölraksz egy 5 méteres létrának a tetejéről. Igen, és 5 méterig nyitható ki. Tehát, hogy az már nem annyira biztonságos, már ott azért 2 lépcsőfokkal feljebb vagyok, mint a piros jelzés, hogy már ne nyiss tovább, hülye gyerek. Hát eléggé szép mutatvány volt. De jó néz ki a jó fa. Jó néz ki, Fruska Tiruska. Megtekinthető. Tekints meg. Még mindig nem jöttél vissza? Annyira még nem. Annyira pedig ma reggel már csináltam egy szelfit a Vörösmarty téren. Jó, lesz az még egyszer. Mert a múltkor, amikor voltam, akkor még csak a fák voltak feldíszítve, most már volt egy fenyőfa is, és nagyon szép. Tényleg. Tehát ugye azért a hangulat kezd így bekúszni, de hát nyilván nem lesz az igazi sajnos a Covid miatt, de ettől függetlenül én azért nagyon örülök, ott van. Ennél szelfiztem, most a tévében pont mutatják. Ez a Vörösmarty téri fa. Igen. Csak a Berska üzlet előtt konkrétan. Igen, csak konkrétan már... Üres a tér. Egyrészt üres a tér, másrészt meg azért így este kivilágítva szebben néz ki. Meg nagyon fog hiányozni egyébként a 300 ezres ezüstróka USA-ban. Ja, jó, hagyjuk már, de az meg tök jó, hogy kimentés. Kürtös kalács, a 160 ezeres nyérc bunda, a boa. Vettük, kimentünk, sétáltunk, hittünk egy forralt bort, jó volt. Ego sum via veritas et vita. Ez van fölírva. Ide ne gyertek csak, ha van PCR teszt. Így van, ide ne gyertek csak, ha szeretitek a gyerekeket. Igen. Szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon fog hiányozni. Az masnis, annál is csinálok egyet. A masnis fán? Igen, a Szent István Bazilikánál masnis a fa. Ott is csinálok egyet valamelyik nap. De jó lesz. Kit érdekel? De a bazilika előtt se lesz vásár? Nem lesz, sehol nem lesz. És a bazilika előtt? Hát, hogy gyorsan fölépíted, akkor még lehet. Hát, olyan mondom, hogy a múlt héten elmondtuk összesen. Megint azt gondolom én. Ja. Na, mi lett a meccsel? Néztétek? Mike Tyson? Persze, hogy néztünk. Fú, basszus, elfelejtettem felvenni, elfelejtettem megnézni, elolvastam róla két kritikát, és azt mondtam, hogy Istenem, de jó, hogy nem foglaltam a merev lemezen. Nem lehet így meg kell nézni. Nem néztem. Én a fanyalgókat, én nem is értem, mit vártunk? Mit vártunk, hogy a 30 éves önmagukat hozzák? Na, figyelj, mondd el a véleményedet, mondd el. Én nem értek ehhez a sportákhoz. Sőt, megmondom nektek, nem is szeretem az ökölvívást, én az összes ilyen harcos sporttól egy kicsit távol vagyok. De megérkezett két csávó, mind a kettő 50 fölött úgy kinézve, olyan formában, olyan izmokkal, amiért szerintem az újságíró, aki ezt leírta, 20 éves korában... Nem, az egyikük. Mi? És ez volt itt szerintem a probléma. De nem, mondja tovább nyugodtan, csak mondom, hogy az egyikük az mindent megtett érte, a másikuk pedig Roy Jones pedig nem. De ő... Ott okay, nagyon, de nagyon lehetett érezni, hogy na. Hogy alibizett, vagy hát mit? Persze. Nem persze. Tudom, figyelj, ott fölment a 63 kilót fogyott le 100 kilóval, 99,9-el 100 kilóval mérlegel gyakorlatilag, 63 kilót fogyott le. A fickó saját bevallása szerint sem volt még olyan... Nem is tudja, hogy mikor volt a pályafutása során ilyen formában, mint most fizikálisan. Látszott rajta, hogy mindent beleadott, mindent megtett azért, hogy ő tényleg ne vajon szégyen. És a bunyó milyen volt? Papa box volt? Az a baj, hogy Roy Jones végigfogott. Végigfogott. Egy ilyen izé volt, olyan volt, mint hogy találkoztak volna egy szilveszteri bulin, állandóan ölelgette a Tyson. Állandóan tördelt a bunyót, tudta, hogyha a Tyson bemegy, hogyha a belharcba bonyolodnak egymással, akkor ott azért, mert megvan még nyilván nem akkora, nem annyira dinamikus, nem annyira gyors, nincs akkor ütőereje, de azért ott voltak ütések rendesen. Nekem Roy Jones csalódás volt, teljesen egyértelműen.
teljesen egyértelmű. Már az első menettől úgy szuszogott, már fülén vette a levegőt. Roy Jones? Igen, miközben Tyson nem volt semmi. Döntetlen, na hagyjuk már ezt a döntetlen, hát azért ez annyira tréna. Picit, hát most Mike elégedetlen is volt. Hát állítólag jobb volt, tehát az volt, hogy ezért ő nyert. Teljesen egyértelmű. Azt nem tudom, hogy a kommentátor mit nézett, mert végig Roy Jones Jr.-ról beszélt, mondjuk el is mondta egyébként, hogy nem a Kókó volt a kommentátor? Nem. Ő a stúdióban volt. A stúdióban. Ja, hogy volt valaki a helyszínen? Ő azt mondta a végén, hogy a kommentátor félt, hogy kap egy gyomrost. Ő azt mondta a végén, hogy azt már tudja, hogyha lesz még ilyen meccs, már pedig ugye beszéltek. Ja, akkor nem ő közvetíti, azt hogy olvastam. Nem úgy csak azért nem maradt, hogy közvetítse, de azért sem maradt, fönt, hogy megnézze. Figyelj, szerintem csodálatos dolog, hogy valaki, mondom, Roy Jonesról nem tudok ilyen értelemben beszélni, hát vessetek, megértem, hogy törjetek pálcát felettem, szórjatok meg, hamuval csináltok, amit akartok, ha rajongók vagytok. De Iron Mike mindent megtett azért, hogy amit csak ki lehet hozni 50 évesen ebből a tesztből, 15 évvel azután, hogy utoljára ringbe lépett, le a kalappal előtte. Szerintem nagyon jó volt. Nekem ő nagyon tetszett. Aha. Ő hozta azt, amit el lehetett tőle várni. És miért birkózott ez a Roy Jones? Hát mert azzal tudod meg lefogni a kezdet. Nagyon sokan azt mondták, hogy azért ez egy veszélyes meccs, tehát hogy ott azért beakadhat egy-két pofon, mondja Mike részéről, sokan nem tudták igazából, nem tudta senki eldönteni, hogy most ez csak egy ilyen barátságos, ilyen öklözgetés lesz, meg ilyen kicsit ilyen bemutató meccs jelleggel, vagy komolyan veszik. És a Mike komolyan vette. Tehát, hogy ő azért próbálta meg azt hozni, amit tőle elvárható. Aha. Miközben meg Roy Jones meg szerintem csak lehajolt a 7 milláért. Hát ez így akkor nem jó. Ez a Roy Jones akkor tönkretette a szórakozásunkat. Már hogy én bampon, akkor jó érzékkel kihagytam ezt. Most elfelejtettem, basszus. Az volt, de Tyson miért nézd meg mindenki. Már látom, már valaki elküldte a YouTube linket, úgyhogy fönn van az egész HD-ban, úgyhogy nagyon, köszönöm szépen. Nagyon, de... nekem. Én nagyon örültem neki, hogy láttam. Ez tök jó volt. Ja. És hát itt van a másik nagy dolog, ez a grozsanos baleset, ez mennyire durva, nem? Egy másodperc. Na, azt meg én nem láttam, mondjátok. Figyelj, nézd meg, mindenhol fönt van. A futam elején gyakorlatilag itt a hátsó sorba a fiúk összeakadtak, és Grozan autója jobbra kicsúszott a pályára, ahol szerencsétlenül úgy volt rakva ez a ütközés védő fal, hogy ott valahogy be tudott akadni az autó, ketté szakadt a kocsi a csávónál, ahol te ülsz, vagy valami egy centivel mögötte, és azonnal lángra robbant. Kigyulladt a benzintartály, megsérült a tank. És az emberünk Grozan fél percet ült a lángoló autóba, majd kiszállt szerencsére saját lábán, tehát ki tudott még szállni. Ott van egy ilyen tipikus kép, azt nagyon sokan megosztották, hogy átemelik a korláton, Isten, de azért ilyen... Hát, olyan volt. Igen, ő egy ilyen lángcsóva volt a kocsi, de azt láttad, hogy oltják, de a pilóta még sehol. És ez csak így a lángokból így kilépett. Ez nagyon durva. Azt ez láttad, hogy durva. A kocsi hátsó része áll a pálya felüli oldalon, és az első részét nem látod, mert ég. De úgy ég, hogy ahogy a benzin ég. És valahol az emberünk ott van benne. Igen. Nagyon kemény. Igen, úgyhogy felhívjuk majd 7 óra után Szújó Zolit, hogy ezt egy kicsit mesélj el nekünk. Egyrészt, hogy maradt életbe, kettő, hogy mi történt, három, hogy mi van most jelen pillanatban, mi történhetett. Tehát Zolival értékeljük majd az eseményeket. 7 óra után, ahogy látom, hívjuk Zoltánt, úgyhogy ezzel foglalkozunk majd egy kicsit részletesebben is. Aki nem látta, az nézze meg, az egészen megdöbbentő. Én nem nézem már régóta a Forma 1-et, csak ezt nagyon sok híradásban láttam online mindenhol, hogy mit Forma 1, de az tényleg durva. Tehát az ilyen Niki Laudás. Aztán meg volt még egy autó, ami ugye fejreállt, tehát ténylegesen megfordult. Ott most a izét látod, az elsőt, de aztán volt egy másik autó, ami ugye... Én nem tudom, hogy szállt ki ebből a kocsiból így. Hát, nagy kérdés. Tehát ilyen tűzbiztos a ruha, valószínűleg ilyen tűzbiztos a ruha, hogy ott van fél perced, egy perced, ami mondjuk még a Niki Laudának nem volt, ezek a ruhák, ezek bírják addig. Tehát, hogy valószínűleg fölmelegedik, de van egyfajta hőállóság, vagy tűzállóság, mondjuk fél percig, egy percig. Ugye van egy tűzálló maszk is rajtad, meg a kesztyű, meg a ruha. Tehát annyi időd van, hogy le tudod nyitni az övet, nem tudsz beszorulni az autóba, vagy úgy van megcsinálva. Oké, azt hiszem a kezén szenvedett égési sérüléseket, de azt mondták, hogy tehát egy napot volt kórházban, talán van egy bordatörés, tehát ahhoz képest, ami történt... Fia, az egy tűzgolyó lett az a kocsi. Igen. Tehát ez nem az, hogy becsapódott, nézd meg, Jani, figyeld. Nem az, hogy becsapódik, és elkezd lángra lobbanni. Ugye megsérül a benzintank, és elkezdi húzni a csíkot. Figyeld, mindjárt látni fogod. Egy szikrázó autót keres. Ott. Jobbra fog ki törni. Ott, figyelj. Figyelj. Most? De most figyelj. Na, ott már szikrázik. Már szikrázik. Elmegy hátra. Azt a rohadt. Nagyon durva. Hú, az nagyon durva. És lángol a kocsi. És figyelj, milyen megmutatják a másik szögből. Figyelj, iszonyatosan durva.
iszonyatosan durva. Tehát a kocsi az úgy robbant, mint a felrobbant volna. Tehát, hogy hát ilyen nagyon. Tényleg a becsapódott pillanatában. Meg is álltak egyből, mi? Persze. Lefújták. Iszonyú gyorsan reagálnak mondjuk. Hihetetlenül precízen. Igen, nagyon, nagyon durva. Na, ezzel foglalkozunk majd, jó? Úgyhogy erre még visszatérünk, megnézzük majd több szögből ezt a történetet. Most mondom, hogy lehet jelentkezni játékra. M3-as Miskolc előtt pályazár, már most Miskolc irányába. Gábor, köszi, hogy elküldted nekünk. Grozan az igazi Targaryen, írja valaki. Egyébként igen. Jó, Miskolc felé pedig figyelzatok, mert hogy teljes pályazár van. Na, mi jövünk a hírek után, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt. 3-7 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk. M0-as, M7-es felől az M5-ös irányába hatalmas dugó, meg sem mozdulhatutok, valamit kérlek, mondjátok be. Hogy van ez? M0-as, az M7-es felől az M5 irányába. Igen. Aha. M0-as Dióstól áll, mint a szög, az M5-ös irányába. Mm-hmm. Hát akkor lesz mondta, hogy a hídon történt valami, vagy megint lezárták a hidat? Mi a fene történt? Küldjétek el, ha láttok valamit, jó? Én tegnap mentem ott, vagy tegnap előtt, és tök jól lehetett haladni. Tehát mind a két sáv, 3 sávon nyitva volt a nullás. A híd. Hát lehet, hogy ma reggelre viszont... Mi is mentünk, semmi gond nem volt. Beszereztem nektek valami kis meglepít holnapra. Ú, ne, jó, ne, azért, mert a hátizsákomban összetörődik. Vasta, ne csinálj. Várj, ehető? Persze. Nagyon jó. Csak utána nagyon fog fájni a has. De hogy is nem, tényleg ehető. Ilyen, állítólag. Aha. Nagyon várjuk. Ha állítólag, akkor te nem ettél belőle. Nem, ma már nem is eszem semmit, rá se nézek semmilyen kajára, csak hogy készüljekem a pici poci. Nektek vettem, ezért nem eszek belőle. Meg amúgy is kaptam házi profiterol tegnap este, és azért kicsit rosszul aludtam, de megérte. Köszi, Ildikó. Ildikó ügyes? Picit ügyes. Ja, ez a házi pékünk, akit beküldni a süteményeket? Igen, igen. És nekünk miért nem hoztál profiterolból? De minden évben süt nekünk valamit. Feri, soha nem hozok meg nektek úgy valamit, hogy nem tesztelem el. És majd a másodikból. Ő csinálja a durva zserbót, nem? Ő csinálja a durva zserbót. Igen, meg az Eszterházit. Úristen. Úristen, abból majd kérjük nekem is, hogy csináljon, minden évben csinál. Jó. Tavaly is csinált. Igen. Aztán bevitte az anyósomhoz, azt hiszem. Uh-huh. És anyósodom meg csak az üres tálcát. Azt hiszem, mindent felfalt az öreg lány. Ilyenek ezek. Nem, mert ott laknak, egy helyen laknak, és akkor beállított, hogy én vagyok Szilvi, és akkor... Ildi, bocsánat, én vagyok. Igen. Ő most csak tudja, hogy Ildi is kacsintott egy rohadt nagyot. És akkor mondtak, hogy fogadjál nyugodtan, mert tudom, csak eddig Ildi a rádióba hozta. De azt hiszem egy lakóparkban laknak, vagy ott lakik valahol a környéken. Közelben. És nagyon jókat csinál. Úristen. Úgyhogy ne felejtsen el idése bennünket. Az Eszterházia, az ilyen mindent visz, abszolút. Nagyon várjuk. Na. És, de ez most nem tőle van, a profiterol volt tőle, amiből tegnap megettem még egy ilyen 40-50 dekát. Hát csak óvatosan. Úgy vacsi után, úgyhogy picit megint üldöztek éjjel, álmomban. De amit nektek hozok, az más. Az, na jó. Az más. Megvan a nullás is. Érdi fel lehajtónál román tréler felborult, lassan elindul a forgalom. Mm-hmm. Hú, azt mire összeszedik. Igen. Az nagyon szép. Meg megpakolva volt. Akkor az ott a Diós után van. M0-as, M6-os, érdi lehajtó, nagy tétény, ha azon túl vagytok, akkor már lehet menni. Úgyhogy ez az oka. M30-as. Miskolc felé körül 18-as kilométernél egy kamion keresztben, az árokban, és emiatt terelés van, M5-nél célszerűen lemenni. Igen, igen. Írja Zoli, köszi. Itt 3 kamion ütközött ráadásul. Úgyhogy ez szépen indul ez a 6-os, M5-ös, M0-as, M3-as történet. Na, azt mondja, hogy játékunkkal úgy állunk, hogy 0-0, de 124-104. Na. Elindítjuk, hogy 3-at ér neki? Muszáj lesz, mert ez 20 pont különbség, gyakorlatilag 3 teljes helyünk van. Az, ha egy pontokat adunk, és minden nap nyernek a hallgatók, akkor nem tudják megnyerni. Viszont ha mondjuk adunk nyereményenként 5 pontot, akkor viszont még szorosan tudjuk tenni. Igen. Legyen ez. Nem elég csak 3. Adjunk 5-öt. Adjunk 5-öt. Nem az élet kell. Olyan jó hangzik. 5 legyen. Nem, de úgyse nyernek. Hát most megnyernek 2-t. De minden évben ezt csináljuk. Úgyse tudnak nyerni. De most akkor koncentráltan, fókuszáltan, jól kell végigjátszanunk ezt az utolsó 3 hetet, vagy 2 hetet, és akkor meg tudjuk nyerni. Viszont 5 pontot kapnak, ha ők nyernek. Na? Jó. Az is tudod, hogy puhák elbénázzák. Hát Anna olyanokat hív, remegő hangú, ilyen tudod, ilyen megszeppent, abból mindig van egy kosára való. Igen, kifulladnak az arcoskodásban. Persze, elfáradnak. Írják itt az SMS-eket, abba annyi is volt. Így van. Itt van velünk Zsani. Hello, Zsani, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. Hello, honnan hívtál minket, Zsani? Abdáról.
Abda! És nagyokat abdáztál hétvégén, a gyerekkel? Istenem, és mit csináltad? Kosár abdáztatok, vagy tenisz abdáztatok? Egyiket se. Ja. Egyiket se. Mivel foglalkozol? Gátőr vagyok. Ó, mit csinál? És kinek a gátját őrzöd? A sajátot? A sajátotat, vagy a pistáját? Szena vagy. Őrzöd a gátat? Így van. Hát sok, így van. Sok mindent ellopnak ebben az országban, de gátat még nem nagyon loptak el. Te pelikán, Zsanett vagy? Hát az összes tartok. Igen. Nem. De ezt megkaptad már egy párszor ezt a poént. Egy párszor, így van. Keresed doktor Kotászt? Doktor Kotász. Igen. Marha jól hangzik. Tehát az a feladatod, hogy járod így a gátokat, és akkor hogy figyeled, hogy esetleg van-e rajta valami repedés, valami változás, valami, ami a biztonságát mondjuk így veszélyezteti a gát mögött élőknek, ilyesmi? Hát így van, árvízkor főleg ez, de béke időben, amikor nincs árvíz, akkor a műtárgyakat kell figyelni jobban. Műtárgy. Hogy azt a műtárgy. A műtárgy. Az napi szinten van a műtárgyakat. Igen. És milyen szintű műtárgyak vannak ott? Mi például a zsilip? A hét műtárgya. Az egy műtárgy. Így van. A zsilip. Zsilip. És őrzöd a zsilipet? Ja, hogy nem lopták el a vasat belőle. Gyerekek, ebben az országban mindent ellopnak, előbb-utóbb ellopnak egy zsilipet is. Oda mész, ott vége a zsilipnek. Gáttal együtt. És melyik folyót őrzöd? Rápcát. A rápcát, rápca. De nagy. Figyelj, hogyha ennyire otthon vagy a gáton, ismered esetleg Rákai Zsilipet? Vagy... most nem értettem. Nem. És Gáti Oszkárt? Őt se? Nem? Na mindegy. Ne, kiút még eszem. Nem? Gáti Oszkár nem szokott arra feljárgálni? Nem. És ki az, aki dönt itt a fő kérdésekből? A legátus? Kivel játszaná? Magdi. Ferivel. Feri. Zsani, bocsánat. Jaj. Ez a helyzet. És jön már a buzgár, kérdezi Kazi. Igen. Még nem. Kávéztál már ma, vagy benyomtál egy gátorédet? Kávéztam. És azt hallottad, hogy kérdezi egy hallgató, Sasso, hogy hétvégén ugye meghal David Próz, aki játszott a gátvédert. Az öreg gátvédert, ő játszotta. Na jó, félre a tréfát. 5 pontot kaptok, ha nyertek. Mm-hmm. Nagyon jó. Azért ez tudatos is magadban, hogy azért ez jó. Nem akármi. Figyelj Ferivel, nagyon hamar torokra megy, elkapja a gigát. Bizony. Várjál, ez full Mike Tyson meccset kinyomom. Jó. Na jó van, hát akkor legyetek ügyesek, jó? Oké. Okay. Nem kezdtél. Ez öntjól, hogy nagyon jó voltál. Tök jól toltad. Mehetünk? Persze. Jani? Ez izgalmasabb lesz, mint egy Agatha Christie, írja Tibor. Köszönjük. 3, 2, 1, fire! Van másik gát őr is, aki hölgy. Az országban egyedül vagy, ugye? Dehogy is, van más is, persze. Népszerű ez a körötökben. Hát most már egyre jobban, ja. Így van. De az a Zsani vagy, aki a szökőkúthoz ment? Zsanett? Ezt is megkaptam már. De Zsanett az eredet. Megy. Hoppa, ott de nem megyek. Oh! Pedig 5 pont lett volna. Zsani! Szép volt, Feri. Szép volt, Feri. De jó vagy ma. Nem hagytuk az 5 pontot. Zsanikám pedig 5 pont lett volna. Pont. Igen, pedig bíztam nagyon magamba. Becsár minden, sígj itt neki. Nagyon bíztunk benned. Nagyon gátlástalan volt ez a Feri hírek. Küldte egy hallgató. Meggátoltam a nyerést. Meg, komolyan mondom. Majd szólok a gátor kolléganőnek, hogy hívjon holnap benneteket. Hát ha ilyen jól játszik, akkor inkább nem. De várjál, ez egy ennyire elnőjesedett szakma? Csak vagy nők. Hogy ez csak nők? Vagy miért? Dehogy is, nem. Csak már többen vannak. Aha. És ti kint is laktok ott a gát közelében? Így van. Mondjuk nyug is egy meló, ha nincs ár. Én imádom. Mivel mész, bringával, vagy motorral, vagy kis autóval? Vagy? Már azért 21. század. Aha. Úgyhogy nem, úgy, autó. Az a beszél, így kell ezt csinálni. Inkább ott hagyod a bringát. Hát meg azért ilyen -5 fokokban azért elég érdekes lenne. Hát az meg a másik. Na. Na jó van, hát köszi akkor a játékot, sajnos nem tudjuk beírni az 5 pontot, Zsani. Hát, így jártam. Oké. Okay, köszönjük. Szia. Puszi, ciao. Hello. Szia, vizgát. Gyerekek, ez így nem lesz meg. Hát de még azért meg lehet. Hát, most így az 5 pontokkal, az 3. 5 pontot adunk. Hát 4 napot, ha nyernek, akkor megvannak.
Tessék? 4 napot kell nyerniük. Na jó, de miközben azért mi előnyre teszünk szert minden egyes nyeréssel. Akkor 5 napot kell nyerjenek. Azt mondják, hogy szerintem Bugattival jár dolgozni. Bilkok küldtenek. Reni azt írja, hogy annyira szánalmasok vagyunk, hogy én mától nektek szurkolok már. Tehát, hogy de gyerekek, hát olyan mindent elkövetünk. 5 pontot adunk. 4 hét alatt, 4 nap alatt, 5 nap alatt 25 pontot tudnátok csinálni. De hát te látjátok, hát jön a játékos. Ezt nem is értem. Na jól van. Hát vetkőzzük le akkor a gátlásainkat, jó? Hát azt hittem már nem ittem eszembe, de mégis jött még egy komolyan mondom. Felhívjuk a mi drága Szújó Zolinkat? Hívjuk a drága Szújó Zolit, 1000 éve nem beszéltünk vele, egyrészt nagyon szeretjük, kettő ugye egy szerencsés, de nagyon durva apropója van annak, hogy hívjuk, biztos sokan láttátok, talán még olyanok is, akik nem nézik a Forma 1-et, mint például mi, hogy micsoda komoly balesetet szenvedett a Bukarestben született Román Grozan. Na jó, hagyjuk a szabad. Szóval tényleg elképesztő volt, ilyen tűzgolyóvá vált autót azért manapság már a Forma 1-ben nem nagyon látsz. Hát tényleg Niki Lauda, Nürburgring, nagyjából így lehet elképzelni. Az autó egy pillanaton belül tűzgolyóvá változott, valami nem is írt egy hallgató, ami 50 akárhány G-vel csapódott bele ugye a szalakorlátban, és abban a pillanatban felrobbant, és 25 másodpercet töltött Grozan az égő autóban. Nem vagy az égő autóban, a felrobbant autóban. Tehát nem egy kicsit csapott lángra, vagy kapott lángra az autó. Egészen elképesztő, horrorisztikus jelentek, tényleg, mint Targaryen, amikor így megszületik a lángból, azt látod, hogy két ember oltja a kocsit, sehol a pilóta, sehol a pilóta, még mindig sem, és egyszer csak így előjön a tűzből. Fél perc után. Mint a Terminátor 2, amikor ott a Los Angelesben, tudod, ül már a nyerekben a kis csávó, igen, kilövi a kamiont a Schwarzenegger, és a tűzből előjön a Terminátor, igen, a T-1000-es. Hál' Istennek Grozan jobb állapotban. Grozan jobb állapotban, azóta már posztolt egyébként a Forma 1 Instagram oldalára is, kórházban van, égési sérülést szerzett a kezein, ugye? De hát elképesztő, és hogy azért ugyanakkor ez arról is tanúskodik, hogy milyen biztonságban vannak a pilóták, hogy 25 másodperc a tűzben, ilyen erejű ütközés, és csávó ki tudja magát kapcsolni, és ki tud szállni úgy, hogy esélyük nem lett volna kihúzni, csak miután eloltják az autót. Tehát tényleg elképesztőek a felvételek. Úgyhogy Zolit hívjuk, nyilván lesz hozzáfűzni valója, hogy ez hogy történik, hogy jön ki a pilóta, mi az, ami megvédte, milyen ruha van ilyenkor a pilótán. Atya úristen. Nagyon-nagyon sok kérdés. A baleset az tényleg horror baleset. Tehát ilyen nem volt évek óta. Kettészakadó autó, és azonnal felrobbanó, brutális. Tehát ez ilyet nagyon régen nem láttuk. Hogy nem? Hogy mi? Hogy? Azt a rohadt élet. Igen. Nagyon durva, lassított képek, ahogy jön elő a tűzből. Rázza a kezét, ugye láthatóan megégett a keze, tehát próbálja hűteni, talán a kesztyű volt akkor a leggyengébb pont ebben az öltözékben, de elképzelhetetlenül durva tényleg, hogy nem történt komolyabb baj. Úgyhogy Zolit hívjuk mindjárt a hírek után, 5 perc van pontosan, 7 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, 7 óra után 9 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, már is belevágunk M3-as Éregyháza felé az Ecsedi pihenőtől 4-5 kilométeres sor, utánfutós transzporter keresztbe az úton, emiatt van dugó, és az Érdi lehajtónál van egy baleset a nulláson, ezért dugul vissza egészen az M7-esig, az M1-esig, Diósdig, a nullás az M5-ös irányába, de ha azon túl vagytok, akkor már lehet haladni. Jó? Ha van friss, akkor küldjetek, igen, el nekünk 0623-111-111 az SMS számunk. És van egy nagyon fontos SMS, figyelem, tegnap az egyik vonatunk időben érkezett, és egyetlen kocsit sem veszítettünk el. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért. Üdv a MÁV szóvivője. Köszönjük szépen, ez is nagyon fontos. Mr. Napos megoldás, milyen időnk lesz? Kérem, vázolja. Mr. Napos megoldás. Napos megoldás. Napos megoldás, kérem, vázolja. 0 és plusz 6 fok délután több napsütés, de gyenge hószálingózás. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Napos Megoldás. naposmegoldás.hu. Ez lesz ezen a héten így Napos van. Megoldás a neved. Így van, így van, még mi most szokott. Reklámozunk. Mert még nagyon friss, meg új a dolog, mégis csak napos csipa vagy. Na, még... Igen, a transzporteres azért van keresztbe, mert a tréleres kiütötte, úgyhogy ott ez az M3-as Nyíregyháza felé vezető baleset a Ecsedi pihenőjénél, úgyhogy emiatt van hatalmas dugó. Na, mi pedig akkor belevágunk, biztos sokan láttátok, még azok is, akik nem nézik a Forma 1-et, hogy hát mondhatni tulajdonképpen
az elmúlt, nem tudom, 15-20 év, hát egyik legsúlyosabb balesete történt hétvégén. Ugye elképesztő, a Grozsannal ugye mi történt? Grozsan, így mondjuk Grozsan? Grozsan. Ugye hát óriási balesetet szenvedett el a bahreini futamon. És úgy néz ki, hogy jól van egyébként, üzent a kórházból, ezt mindjárt megnézzük, apróbb égési sérülésekkel megúszta, talán néhány bordatöréssel kórházban van, hát az autója belecsapódott a szalagkorlátba, és kigyulladt. És ketté szakadt. Tehát, hogy valami egészen elképesztő, ami történt hétvégén. Egy nagyon szerencsés kimenetelű balesetnek köszönhetően. Hát ebből így kiszállni szerintem erre, amíg égett az autó és elő nem tűnt a fiú, addig ez egy fillért nem adtál volna az életéért. Nem. Az már a becsapódás ereje is. Az, hogy egy olyan autó, amit arra terveztek, hogy ezeket túlélje, egyben maradjon, bukókeret van benne. Tudjátok, most már ugye a pilótát rögzítik itt hátul egy ilyen nyakmerevítővel. Körbe van a nagypán. Elől is van az a glória, ugye így hívják. Tehát, hogy mindent arra, fejvédő eszköz. Igen, mindent arra terveznek, hogy ez szuper biztonságos legyen, ezt szétszakadva látod ezt az autót, hát én ott föltettem hát a kezem, hogy ennek itt vége. Szerintem ez az autó kigyulladás, ez minden egyes Forma 1-es versenyzőnek a rémálma. Szóval, hogyha azt kellene mondani, hogy mi az, amit nem szeretne átélni pályafutása során, mi az, amitől a legtöbben rettek, szerintem ez. És valószínűleg azért, mert látták ugye annak idején ezt a Niki Laudás szörnyűséget, hogy a Nürburgringen történt. Szerintem ez a legdurvább. Ez a legdurvább. Ő most újjászületett, teljesen egyértelmű. Igen, nagyon durva egyébként, és az érdekes, hogy azért képzeld el, milyen lélek jelenlét kell ehhez, hogy így szabaduljál ki, ugye? Tehát ez nem olyan egyszerű azért ebből az autóból kimászni. Ráadásul nem lát semmit, ráadásul égsz, ráadásul tűz van, egyre melegebb minden. A kezei ugye meg is égtek Rozsának. Le kell csatlakoztatnod magad egy csomó mindenről, hiszen te ott be vagy azért kötve az autóban, most nem csak a biztonságjövel, ami oki gomnyomásra kinyílik, hanem még egy csomó kábellel te össze vagy kötve a kocsival. Ugye ott van a füleden, ami szól, ott van a pia, az italos kábel, tehát egy csomó mindent, ott hirtelen szét kell tépni, szét kell húzni, tehát nem egyszerű ugye kiszabadulni. Oké, hogy ők ezt gyakorolják, na de akkor is azért ez hihetetlen gyorsnak kell lenni. Ha csak elájul, vagy történik valami, hát nem tudják kiszedni a kocsiból. Most vagy csak az oltás után. Laikusként kérdezem, mert én ezt nem tudom, de kíváncsi vagyok, hogy például a kormány, az nincsen útban ilyenkor? Ki tudja kapni. Egyetlen mozdulattal az ki lehet. Igen, ezt lehúzod, tudod, amikor megállnak a végén a helyezett autós, hogy úgy száll ki, hogy kormány lett. Na igen, csak egy pánik helyzetben lehet, hát hogy ez sem olyan egyszerű. Igen, ezt majd az Zoli elmondja, hogy a csapatoknak kötelező biztosítani azt, hogy a pilóta x másodpercen belül ki tudja jutni az autóba. De nem akarom a Zoli kenyerét elvenni, mert ezt jobban tudja. Sőt, ez erre tréningezik is a pilótákat. Tehát, hogy mit 5 másodperc, 8, 3, nem tudom pontosan mennyi. Te gyorsan ki tudjál szállni minden körülmények között. Csukott szemmel, lángoló autó, bárhogy azokat a dolgokat gyorsan le tud oldani, ki tud kapcsolni, és kint legyél az autóból. Tehát ez neki kötelező egyrészt az autót így megcsinálni, kettő a versenyzőknek gyakorolni. Na de hát akkor is. Tehát ez valami elképesztő. És hogy reagáltak azért, az is nagyon durva. Hogy becsapódik az autó, és 2 másodpercen belül ott vannak az emberek is oltják. Tehát hihetetlenül durván felkészült itt egyébként azért a Forma 1 már erre. Nagyon durva. Hogy ugye megérkezik a lángoló autó, becsapódik, és 8 másodperc, 5 másodperc oltják a kocsit, vagy 10, nem tudom pontosan. Nagyon súlyos, tehát hogy nagyon észnél vannak. Mindjárt meghallgatjuk Zolit, aki nyilván nálunk ezerszer jobban érti, értelmezi és tudja a történteket, úgyhogy megkérdezzük tőle. Itt van velünk Szújó Zoli, hello Zoli, hello, jó reggel! Szia Zoli! Hello! Jó reggel, csavattok, de jó, hogy nem felejtetek el. Dehogyis, már tegnap ment az SMS-ezés rólad, hogy kell lesz adásban nekünk, hogy elmeséld egy kicsit szakszerűbben, mint mi laikusként. Hát nem néz ki jól ez az autó, azt a mindenit. Nagyon durva. Én ma úgy keltem föl, hogy azt hittem még hajnalban, hogy csak álmodtam, hogy meg kellett dörzsölni, hogy ez tényleg megtörtént, vagy csak álmodtam, hogy egy ilyen tűzlabdává vált versenyautót láttam, mert egyébként legyünk őszinték, a mi generációnk nem nagyon lát ilyet, vagy nem nagyon látott ilyet, mert oké, nagy baleseteket sajnos igen, viszonylag kevesebb szerencsére, de az, hogy azonnal kigyulladjon egy Forma 1-es autó, az valami elképesztő látvány volt. Szóval gyerekek, azt hiszem, hogy Romain Grosjeannak a második születésnapja az november 29-én lesz mostantól. És képzeljétek el, hogy annak idején, amikor 2018 óta kell ezt a glóriát, tudom, ti is beszéltetek róla, felszerelni az autókra. Ez egy ilyen nagyon durva titánium ötvözet, 9 kilós az egész, egyébként nagyon nehéz és nagyon magasan van, tehát az aerodinamikusok, a mérnökök mind utálták, amikor ezt bevezették, de 2018 óta kötelező, ez 12.000 kilogrammot elbír, tehát 12 tonnát rá lehet tenni, ez a legerősebb része az autónak,
és pontosan azért vezették be, mert ezek a formaautók, ezek úgy vannak kialakítva, hogy a pilóta feje volt mindig is a legsérülékenyebb. Ugye szegény Jules Bianchi 2014-ben gyakorlatilag egy ilyen balesetben vesztette később életét, hogy ott a sisak találkozott a teherautóval, vagy a emelő kocsival. Igen, egy ilyen darus kocsi alá csúszott be. Igen. Így van. És most is pontosan ez történt volna, és miközben, ahogy ti is mondtátok, elképesztő mértékben fejlődött a Forma 1-ben a biztonság. Mondjuk úgy, hogy 94 Imola, Ayrton Sennának a tragikus balesete és Roland Ratzenberger halála azon a hétvégén, az volt egy ilyen vízválasztó, akkor kezdték el nagyon-nagyon komolyan vizsgálni azt, hogy hogyan lehet biztonságosabbá tenni a Forma 1-es versenyeket. Na de ketté nem törhet egy autó. Hát láttátok a képeket, az eleje befúródott a szalagkorlátba, a két párhuzamos fémcsík közé, gyakorlatilag mint egy kés. Van az autók fedélzetén egy ilyen fekete dobozszerű adatrögzítő, abból már kiderült, hogy 53 G-s volt a lassulás. 53 G gyakorlatilag a másodperc törtésze alatt 220 km/h megállt Grosjeannak az autója, leszakadt a kocsi hátulja, és nyilvánvalóan az volt a nagy szerencse, hogy nem a körülbelül 100 kg, mit tudom én, 110-120 liter benzin robbant be, mert egyébként azok is nagyon biztonságosan vannak már elhelyezve a formegyes autókban, hanem vélhetően a nyomás miatt, a túlnyomás miatt valami kicsi kiszivároghatott a tankból, vagy ugye volt a rendszerben, meg olajok, meg kenőanyagok, meg mit tudom én, és az azonnal berobbant, de hogy gyerekek, gondoljatok bele, mi van, hogyha Grosjean elveszíti az eszméletét? Csak egy percre. Látszott, hogy meg se tudják közelíteni az autót, és annyira észnél voltak a sportbírók, a beavatkozók, nem beszélve az orvosi autónak a személyzetéről. Ugye nem véletlenül rajtolnak úgy, hogy nem a safety car van a mezőny mögött, hanem az orvosi autó. Pontosan ilyen esetek miatt, hogy ő megy a mezőny után, és ha bármilyen helyzet van, miközben mindenki tudja, hogy a rajta legveszélyesebb, közel vannak az autók, tökig meg vannak tankolva, nagyon nehezen vezethetőek még ilyenkor, viszonylag hideg gumikon, tehát ez a legveszélyesebb része, gyakorlatilag ott volt 15 másodperc alatt az orvosi autó, és az volt a nagy mázli, hogy Grosjeannál az életösztön elkezdett működni. Ezt már nem lehet begyakorolni, miközben egyébként 5 másodperc alatt ki kell szállnod egy Forma 1-es autóból. Azt úgy tudom, hogy ők gyakoroltatják velük, ugye? Tehát egyrészt előírás, hogy itt van, ilyen legyen a kocsik, hogy nekik azt minden szezon előtt gyakorolni kell, hogy tudnak kijönni az autóból. Sőt, szúrópróbaszerűen bármelyik verseny hétvégén bármelyik pilótát kiránthatják, és csütörtökön pénteken megnézhetik, hogy ki tud beugrani az autóból. Ezt meg kell egyébként vizsgálni. A nagyon érdekes, hogy könyök, meg csukló, meg bokasérülésnél nem szokták azért engedni a pilótákat versenyezni, mert nem tud kiszállni az autóból. De ott minden az ellen dolgozik egyébként, hogy gyorsan kiszállj. Van egy 6 pontos biztonsági jó, egy mozdulattal kioldható. Ott van a mikrofon csatlakozó, ott van az italnak a csöve. Tehát gyakorlatilag minden az ellen dolgozik, hogy te gyorsan ki tudsz szállni, égett az autója Grosjeannak, és isteni szerencse, hogy nem veszített el az eszméletét, mert egyébként akkor nem tudom, hogy rángatják ki a kocsiból. Az a legdurvább kép, amikor ugye hatalmas tűz van, még oltják a kocsit, de azt látod, hogy a pilóta sehol, és tényleg, mint Targaryen a Trónok harcában, egyszer csak így előlép a lángokból. Szóval egészen elképesztő, kiszáll a saját lábám. Tehát ez nagyon durva. És látszik, nem tudom, figyeltétek-e, nekem csak a sokadik ismétlésre tűnt fel, hogy a bal cipője nem volt rajta. Igen. Tehát ott valószínű, vagy lerepült a becsapódáskor, vagy ahogy menekült kifelé, kihúzta a lábát belőle. Azt tudni kell egyébként, hogy tűzálló aláöltözet kötelező, illetve a tűzálló overának 12 másodpercig a nyílt láng ellen kell állnia. Tehát ez a szabály. 12 másodpercig, ezek varrás nélküli hiper-szuper anyagokból készült, egyébként könnyű lélegző, de tűzálló anyagok. Ezt is homologizálják, ez is a szabályokban foglaltatik fehéren, feketén. De én ahogy itt számolgattam, azért ez kicsit többnek tűnt. Hát ez majdnem 30 másodperc volt. Bocsa, a hülyeséget kérdezek, tudod, nekem még jogsin sincsen, hogy akkor hogy égett meg a keze? Képzeld el, hogy valószínűleg a kesztyűjén átégett, pedig a kesztyűje is olyan, hogy elvileg annak is. De itt ott jön képbe az, hogy nem 12 másodpercig volt a tűzben, hanem valószínű tovább. A kéz feje egészen pontosan az égett meg Grosjeannak a mai hírek alapján, hogy éjszakára bent tartották a manamai kórházban, Bahrein fővárosában, és a kéz feje másodfokú égési sérülések, tehát szerencsére nem komoly a történet, ezt egy kis kenegetéssel, meg néhány nap pihengetéssel talán helyre lehet hozni. Nekünk legyen mondva persze, de csodálva határos módon szállt ki az autóból. Nem tudom, valószínű a kesztyűnek a hátsó része az már elkezdett ott át melegedni, illetve amit Ian Roberts doktor úr mondott, aki a hivatalos orvosa az FIA-nak, aki először odaért a medical car-ral az orvosi autóval.
És Alan van der Merve nevét mindenképpen mondjuk itt el, aki meg vezeti az orvosi autót, és ő is észnél volt, mert látta, hogy kevés a porraloltó, és azonnal szedte ki a kocsi csomagtartójából, és ő még rásegített arra, hogy eloltsák a tüzet. Szóval ezek a kesztyűk is egészen érdekesek, néhány éve már ilyen biometrikus kesztyűt használnak, egy pici érzékelő van a minden pilóta kesztyűjében, ami az alapvető életfunkciókat jelzi. Tehát az orvosi autó, hogy közelít a balesethez, már látja, hogy milyen a szabályozás. Nem mondod komolyan. De. Látj, mind a 20 akárhány pilótának ott van a kesztyűjéből az adat az orvosi kocsiba. Pontosan így van, Jézusom. Ahogy megközelíti a baleset helyszín, már föl tud az orvos arra készülni, hogy egy eszméleténél van a pilóta, kettő, van-e oxigén szaturáció, tehát az oxigénnek vagy a vérnek az oxigén szállítási képessége működik-e. Ezt egyébként használják pár mennyire, mennyire profik, ezt nem tudtam. Azt sem tudtam, hogy az utolsó autó az orvosi autó, azt nem tudtam. Láttam, hogy jön ott valami villogó a rajt után, de azt hittem ilyen... Az mindig ő, és ugye, tehát 1950 óta beszélünk ugye hivatalosan Forma 1-ről, a modernkori Forma 1-ről, na de hát emlékezzetek vissza, talán előttetek van egy-egy kép. Ezek az emberek biztonsági öv nélkül egy bőrsapkában, meg egy motoros szemüvegben ültek. Tényleg, bizonyám. Jó esetben volt egy deléki kilóba a kocsiból. Igen. Ja. Pontosan, és nem véletlenül mondta azt egy dán újságíró kollégám, évekkel ezelőtt, már akkor se volt fiatal, 80 pluszos, tehát én Bernie Ecclestone korabeli. Nem véletlenül mondta azt, hogy hát egyik hétvégén verseny volt, aztán mentünk a másik hétvégén temetésre, és ez benne volt a pakliban, hogy bármelyikünk bármikor meghalhat. És azért szerencsére most már jóval ritkábbak ezek a balesetek, és tényleg egyik dolog, hogy csodával határos módon Grosjean megúszta tegnap, de hogy nagyon sokat fejlődött a Forma 1, ha csak belegondoltok abba a túlélő cellába, ami tulajdonképpen leszakadt az autóról és belefúródott a szalagkorlátba, ez a legmodernebb kevlár és kompozit anyagoknak az ötvözete, ez körbeöleli, körbeveszi a pilótát, monokoknak nevezik, magyarul ilyen túlélő koporsó, nem túl pozitív a csengése, és ennek elképesztő erőnek kell ellenállni. Tehát, hogy rengeteget fejlődött a Forma 1, mondom, ezeket az adatokat is gyűjtik folyamatosan az autókról. Nem beszélve arról, hogy ott a Glória alatt például van egy kamera, ami folyamatosan a pilóta fejét nézi, aminek a képét mi soha nem látjuk a közvetítésben, mert egy nagy felbontású kamera, pont azért, hogy az ilyen baleseteknél visszalassítják, kikockázzák, hogy hogyan mozgott a pilóta feje. És nagyon érdekes, hogy ez a Glória, ez meglehetősen, hogy mondjam, hát finoman szóval megosztotta a pedok mezőnyét annak idején. Pont a 2016-os Magyar Nagydíjon prezentálta az FIA annak idején a pilóták számára azt, hogy majd két év múlva bevezetik, és hogy milyen vizsgálatok vezettek oda, hogy kötelezővé fogják tenni. Lewis Hamilton például azt győzte meg. 40 balesetet megvizsgált az FIA különböző kategóriákból, amelyek sajnos többnyire végzetes kimenetelűek voltak, és megnézték, hogy hogyan lehetne ezen segíteni. De Romain Grosjean volt az egyik, aki 2016-ban azt mondta, hogy ez a DNS-e ellen, az autóversenyzés lelkisége ellen való, és hogy egyáltalán nem illik egy ilyen életmentő szerkezet a Forma 1-es gépekre. És most ő volt az, most átértékeli. Konkrétan valószínűleg a szalagkorlát leszette volna a fejét, azt mondják. Konkrétan ez történt volna, hát nem akartam így reggel kimondani, de konkrétan ez történt volna. Lehet bármilyen fejlett a sisak egyébként, ott vége lett volna a történetnek, és most azt üzente a kórházból Grosjean, hogy egyrészt jól van, kicsit megégett a kezed, de minden rendben van, és egyébként pedig köszöni szépen ennek a Glória nevű valaminek, hogy ez megmentette az életét, mert itt konkrétan erről van szó. Figyelj csak, Zoli, arra való van előírás, hogy hány méterenként kell a pálya mentén állni az olyan embereknek, akinél van porraló? Szigorúan. Sőt, mert ugye nagyon hamar odaérnek mindig. Igen. Na most ők jöttek, most a kocsiból jöttek, ugye, amit mondasz, most az orvosi kocsi. Meg oldalról is? És jöttek a helyiek, így van. Ráadásul még a pilóták is pontosan tudják, egy piros F betű jelzi, hogy hol van tűzoltó készülék. Ha ég az autója, de tudja még irányítani, akkor oda húzódik félre, és rögtön el tudják kezdeni oltani. Ezt mind elmondják neki. Tehát ez az, amiről nem tud az átlagember, hogy ezek a pilóták olyan szinten ki vannak képezve, mint nagyjából vadászpilóták, és megvan szigorúan határozva, hogy 30-50-80 méterenként sportbírónak kell lennie, műszaki beavatkozónak, porraloltóval. Egyébként az egyik Bakleini, az ott szerencsétlenkedett szegény, amit lehet látni a lassításokon, az alsó sarokban föltűnik ő, nem mert közel menni, hát nyilván annyira nagy a forróság, és azért ők meg nincsenek annyira profi tűzálló ruhában, meg nincs rajtuk feltétlenül sisak,
hogy az egyik nem ment közel, a másik kezdte eloltani, azonnal ott volt, és szerencsére az autó is azonnal odaért. Mondom, minden látszik, hogy tökéletesen alakult, egy tökéletes forgatókönyv szerint, miközben óriási szerencsétlenség. A nagy kérdés számomra az egy, hogyan törhet ketté egy Forma 1-es autó úgy, ahogy Grozsanék ketté tört, kettő, hogyan fúródhat be a szalagkorlát rései közé. Mert mindenki tudja, hogy milyen a kialakítása a Forma 1-es autónak, nagyon lapos az orra, és gyakorlatilag mint egy kés, vagy mint egy ég becsúszott oda 220 km/h-val. Azt már egyébként be is jelentették, hogy minden mozdanatát szigorúan ki fogják hivatalból vizsgálni ennek az esetnek. Ráadásul pont ott volt az FIA elnöke, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, tehát nyilván lesznek még tanulságok. Nagyon fontos, hogy sajnos 1950 óta, meg még korábban is, nagyon sokan elmentek az autósportban. De abból mind tanulni kell, és tanult is egyébként az autóversenyzés, és ezek a tapasztalatok mind-mind beépülnek abba a protokollba, amit manapság mindenkinek követnie kell. Szerintem a kérdéseidet fordítva kell föltenni, ugyanis szerintem a szakadás az amiatt volt, hogy becsúszott az autó a szalagkorlát közé, és az vágta szét. És hála Istennek, hogy a pilóta mögött, amit mondtál, ez a koporsó, egyszemélyes koporsó, az megvédte. De a szalagkorlát utána így átmetszette az autót. Láttad, és ott oda beékelődött, és gyakorlatilag látszott a motor minden. Felfogni nem lehet, hogy ebből valaki kiszáll. Hogy szállt ki a csávó, ebből nagyon durva. Nem érted. Hát ez 10 év múlva majd megjelenik a sima tömegközlekedésben. Tehát minden, ami ott most újítás, meg új technológia, azt majd megörököljük. Lassú átmenettel, de hogy előbb-utóbb majd nyilván ebből mi is profitálunk valamint. És ez lenne a célja egyébként az automotorsportnak, mert alapvetően ez egy elég öncélú játék. Azért csinálják, meg nézzük, mert szeretik, szeretjük. De hogyha ezek a fejlesztések tényleg megérkeznek a hétköznapi autósokra, mondom például ez a biometrikus kesztyű, meg egyéb ügyek, akkor nyilván van valami társadalmi haszna is az automotorsportnak. Úgyhogy hát én kitettem az Instagramomra azt a képet, amit a közöttésből vettem ki, az fantasztikus volt, hogy jön ki Grozsán a tűz. Jön a tűzből, most nézzük, látunk egy felvételt nézzük. Egyébként, Zoli, megvan a megoldás, és a Román Targaryen volt az, aki felhúzta a korlátot. Igen, konkrétan, egy szerencsétlenkedik az oltóval, elkezdi oltani, lángol a kocsi, és ez csak a csávó így előmászik, tehát a legdurvább szkifi. Igen, hogy például az autókban is van tűzoltó készülék, ezek néha maguktól beszoktak indulni, az a jobbik eset, tehát hogy például ott is rögtön a pilóta fülkét elkezdi locsolni, vagy elkezdi szórni ezt a habot bele, de hát az ott kevésnek bizonyult. Ja, és bocsánat, az orvos, az FIA orvosa, Ian Roberts elmondta, hogy éppen csak elég volt a porraloltó, hogy el tudják annyira oltani a tüzet, hogy ki tudjon kecmeregni Grozsán, meg aztán segítsenek neki. Tehát nagyon sok tanulsága van ennek a balesetnek, miközben azt tényleg nem lehet elfelejteni, hogy ugye szegény Jules Bianchi, korábban Ayrton Senna, ugye Niki Lauda is tudna az égési sérülésére most már sajnos nem mesélni. Ő is nagy ellenzője volt egyébként ennek a Glória bevezetésének 2016-ban, de hogy ezek a balesetek mind, nem mondom, hogy kellettek, mert nyilván nem, de hozzájárultak ahhoz, hogy ez az egész dolog hogy egyre biztonságosabb legyen. Igen. Hát Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen. Professzionálisan összefoglaltad. Jól vagy? Ahogy minden oké, még van egy gyors, minden, 20 másodpercünk, fél percünk, minden rendben? Köszönöm, igen, mi a Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökségnél pont azt csináljuk egyébként, hogy ilyen fejlesztéseket akár Magyarországra hozzunk, hogy magyar mérnökök dolgozzanak ilyeneken, hogy még biztonságosabb legyen, nem csak az autósport, hanem a közúti közlekedés. Egyébként pedig minden tényleg a legnagyobb rendben, köszönöm a kérdéseiteket, és a buxus jól van? A buxus rendben van, igen, szépen nő a lejlandi, meg minden egyéb, és Érdi Tibor juniornak egy óriási gratuláció, aki hétvégén háromszoros Rally Európa bajnok lett. Wow, nagyon jó, hatalmasség, man. Zolikán. Vannak sikerek az automotorsport más területein is, de a legnagyobb siker a hétvégén mindenképpen Grozsán. Kiszállt az autóban. Vigyázz magadra, Zolikám, nagyon köszönjük. Mennünk kell, tudod, nálunk ilyen kötelező elmenetem, de hallgatnálak még, mert olyan élménnyel mondod, hogy az valami elképesztő, nagyon jó téged hallgatni. Vigyázz magadra, köszönjük szépen, Szújó Zolinak, köszi, csáó. Óriás ölelés, csattanos puszi. Csáó Zoli, hello, köszönjük szépen. Ugye, hogy olyan, hogy még tudnád hallgatni nekem 20 percig. Persze. Igen, de mennünk kell, jövünk mindjárt a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel! Sziasztok! Hello. Nézzetek, milyen szép idő van! Hol? Hol? Mit nézel? Miskolcon tök ígérő hó van. Miskolcon szakad a hó. Nagyon durva. Gyerekek, ha az ide ér, akkor elvesztem a fogadást, mert ugye mondtad, hogy Budapesten lesz összefüggő hó a teraszon, csak 31 napot tettél rá, aztán leszűkítetted.
De fogadtunk, ugye én azt mondtam, hogy nem lesz. Nem tudom, miért mentem bele egyébként, inkább csak az íze véget. Mert ott van benned az oldhatatlan kalandvágy. Az biztos. Mennyi a tét, amit föltettetek? Egy tízes. A kicsi a tét. A kedved sötét. A kedvem sötét. Így van. Minden nap egy alma. És a doktor alma. Így van. Köszönöm szépen. Eltől a Jani. Ettől nő a Jani. És az oroszlán? Farka. Na gyorsan, egy pici közlekedés. A Diósdi M0-ás történet még mindig nem oldódott meg. M3-as 70-es kilométeren Gyöngyösi lehajtónál Nyíregyháza felé felborult egy autó. Ott is nagyon nagy a dugó, és az M0-ás Dióstól áll, mint a szög. De ott az Érdi lehajtónál felállítják azt a kamiont, hogy elviszik, elvontatják, akkor utána már az jó lesz. Nagyon-nagyon szép képeket küldenek. Igen, déli sípálya, torony kilátó, mindent látunk, gyerekek. Szakad a hó a Kékesen, szakad a hó Miskolcon, hát akkor az a környék ott tulajdonképpen, nem? Gyere tízes! Vagy? A tízes jön, a hó nem jön, tudod? Az a baj. Az a valenti, hogy már nem esik, tehát már véget is ért. És gondolom, hogy délutánra semmi nem lesz belőle, mert ugye plusz 5 fok. De nézd meg, hát olyan gyönyörű. Most igen. Nem kis hó volt. Nem szórakozom, 5 fok lesz. Szórakoz. Hamar elolvad majd, de hogy itt egészen gyönyörű képeket kapunk. Tiszafüred térsége, Bazmegye, gyönyörű. Hát óriási hó az utakon, a fákon, a fenyőfákon. Tehát szóval itt egy elképzelhetetlen, mintha osztrák fotókat néznénk. Mehet síelni. Hát lassan egyébként. Nagyon igen. Jó. Az baj, mire odérek, elolvad. Meg hát nem nagy lejtőkről híres azért az ott az a történet. De minden esetre jó lenne, itt is lenne. Osztrákok nyitják a sípályákat? Á, mi lesz? Szerintem nem. Nem? Eger is elesett, közben írja valaki. Én azt olvastam, hogy szép, akarják, nem engedik el ezt a sí-szezont. Igen? Azért. Persze, lesz ne. Majd itt. Lehet, hogy karácsonyig nem, de hát január, február, március ez náluk még aktív sí-szezon, úgyhogy meglátjuk. Hát azért náluk azért csak csatolunk, nem? Hát igen, persze, igen, de náluk azért komolyabb a korlátozások, mint nálunk, és ne felejtsük el, hogy ugye Ausztria, Magyarország laboratóriuma. Na, bizonyám. Hát náluk is pláza és iskola stopp is volt, ami ugye nálunk még nem, csak a gimi, meg talán az egyetem, de ott ugye zártak a plázák is. Ott már a lazításon gondolkodnak, hogy az ünnepek előtt hogy tudjanak egy kicsit lazítani. Na, volt még egy szomorú apropója, bár nem akarunk nagyon szomorkodni. Ugye itt a hétvégének az eredeti Darth Vader 85 éves korában, gyerekek. David Prowse, így van, az eredeti Darth Vader, mert annyi Darth Vader volt. Ő elhalálozott, 85 éves volt, és a leghíresebb szerepe szegénynek ez volt, amikor maszkban játszott végig. Igen, senki meg nem ismerte. Senki nem gyűlölte annyira aztán ezt a szerepet, mint amit ő eljátszott. Azt mondta, hogy annyi jó szerepet játszott egyébként, de hogy mégis ezzel vált a leghíresebbé, vagy hát ez volt a legemlékezetesebb szerepe. Igen, a Star Wars közönség találkozókon mindig elé kellett rakni egy táblát, hogy ő Darth Vader. Hát ugye maszkban ment be, és akkor megismerték. Képzeld el, hogy úgy éled az életet, hogy a világ egyik legsikeresebb filmjének, vagy az egyik legsikeresebb, még ha negatív szereplője is. Egy maszkban. Bár a végén lekerül, most adták pont, most hát, volt. Oké, okay, de tegnap. Amikor már lekerül, akkor ilyen nagyon csúnyán hát néz ki. Ugye át van maszkírozva, tehát ő az a világsztár, aki azért úgy ment be a kisboltba vásárolni, és senki meg hogy fogalma állította. Nem volt róla senkinek. És előtte voltak azért szerepel, azért egy híres angol színész jó, volt. Jó, de a castingja erre a szerepre valószínűleg úgy történt bent, és akkor majdnem 2 méter, jó. Igen, csinálj így. Amit ráadásul megint nem is csinált. Nem is ő csinálta. Tehát az a legszerencsétlenebb szerep, hogy csak gesztikulálni tudsz. A hangod nem te vagy, mert hogy az egy másik angol vagy amerikai csávó, ez a James Earl Jones, ugye ő volt az eredeti Darth Vader. Tehát kell a maszkod, kell a fekete kezed, a köpenyed, de egyébként kiváló alakítást nyújtottál. Ahogy megcsináltad a Jedi trükköt így, a kis mutatójadat, meg a hüvelykujjadat így óalakra formáltad, és odaraktad valaki torkához. Tehát azért ez egy komoly szerep, mégis azonban hát David Prowse egyik leghíresebb szerepe volt. Hát igen, és közben, hogyha voltak ilyen kis a civil balesetei, mint a például beszólt a telefonon a forgatócsoportnak, hogy gyerekek, onnan tudok lenni, mert anyámat kell vinni tüdőszűrésre, nem baj. Meg tudjuk oldani. Hát, hogy az őt aztán meg lehetett oldani bármikor. Tehát ő nem ért rá egy forgatásra, akkor jött egy mehelyett egy 180 centis csávó, tök mindegy, hogy ki volt, érted, és annyit csinált, hogy felemelte a kezét, érted, mintha össze akarna valamit szorítani, és a másik oldalon meg fuldoklott valami. Ennyi volt a szerepe. De mégis milyen karizmatikus szerep, mégis milyen meghatározó egyébként szerepe igen. Azért a filmtörténetnek, hogy semmi nem látszik belőled, és mégis mindenki azonnal tudja, hogy te vagy. És a közönség találkozón odalép hozzád egy 6 éves, mondd azt, hogy én vagyok az apád. Ugye? És a csávó 30 ezer közönség találkozón eljátszott, hogy én vagyok az apád. Nem is ő mondta. És közben nem is ő mondta. Tehát akkor csinálj úgy, mintha eljátszanád, hogy én vagyok az apád. Szegénynek ez jutott. Ő 3 részen keresztül nyomta ezt. A tegnap adta pont valamelyik kereskedelmi csatorna. Láttátok?
Nem. Nem néztétek? Nem, köszönjük. Már tegnap volt az Evokos, Jedi visszatérős, Endor bolygós, harcos. Ú, nagyon szerettem. Én még mindig ott ragadok. Több beteg, igen. Nagyon meglátod, nem alsz, hanem valahol ez a fajta ilyen kötődés, hogy egyszerűen nem tudunk előle. A beteget ez a pozitív értelemben mondom, hogy mert annyira jók voltak. De tudod miért? Egyszerűen azért, mert a gyerekkorod, mert azt az egész mágiát, az erőt, a Jedit, a fénykardot, azt te úgy azért ott eljátszottad. Nem játszottál ilyet, hogy lefeküdtél, anyádék rádoltották a lámpát, és akkor te voltál Luke Skywalker, és megmentetted egy kedvenc osztálytársnődet, akiben éppen akkor szerelmes voltál. Csak az én fénykardom sokkal kisebb volt. De egyébként nagyobb volt. Itt vagyok, Mielika vagyok, a kis pici fénykardom van. Most már látom, nem is fénykard, lézerkard, köpköd. Hogy köpköd? Jaj, úgy köpköd ez a sárlak, torkád, úgy köpköd ez a fénykard. Igen. Nem játszottál ilyet? Nem alszol. Még játszok a fénykardommal. Egy kicsit a fénykardommal. Új, de jó volt az a hang. Igen. Jól hozom? Na, találtam egy bejátszást, ahol különböző nyelveken Darth Vader ikonikus mondatát előadják, illetve pontosabban be van vágva 20 nyelven vagy 15 nyelven az az ikonikus mondat, ami úgy szólt, hogy... Hogy kakilnom kell, hol van ezen a cipzám. Mindjárt beszarok. Állítsátok le a felvételt, mindjárt ide kulázok. Vegyél el, rakj rólam ezt a szart, mindjárt beszarok. Te hülye vagy. Nem. Hát mit mond, mi volt a legikonikusabb mondat a Darth Vadernek? Én vagyok az apád. Így van, ez volt az én vagyok az apád. Feri, lehetne egyébként, nem? Ezzel a dohányzós tüdővel egyébként simán. Egyébként nem is azt mondta el a filmen, azt mondja. Feri vagy Vásári André? Ők kettő. Miért nem azt mondta? Na, ez nagyon vásári volt ez az antré, most, hogy ide bejöttél. Vásári antré? Ez egy nagyon vásári antré volt. Nem ezt mondta a filmben. Mit mondott? Hát nem azt mondta, hogy Luke, én vagyok az anyád. Nem. Már akkor gender volt. Igen. Megcsinállak hátulról. Nem ez volt. Nem, ugye nem mondta el neki akkor sem, hanem utólag szinkronizálták, tehát maguk a szereplők sem tudták. Luke Skywalker sem tudta. A Darth Vader sem tudta, mert... Tudta meg Luke is. A filmből tudta meg, vagy utána mondták el, hogy ez nem menjen ki. Ne. Tessék? Akkor mire mondta azt, hogy ne? Mindjárt levágom a kezed. Azt mondta neki, tudd meg, laktóz érzékeny. Így vagyok. Én is, és te is laktóz érzékeny vagy. Nem tudom, mi volt ez a mondat, csak olvastam a nagy legendák közepette, hogy ott sem akarták a stábnak. Mi ez a hang? A fülesünkben van. Mi ez a kávéfőző? Jaj. Tehát ott a stáb is megtudta volna. Igen, nincs. Mindenki megtudta volna, ugye világosítók ott állnak, operatőrök, mindenki ezt titokba tartották, és azt mondja, várjál, mit is mondott a Darth Vader? Soha nem lesz ennél nagyobb szereped. És tényleg. Elfogyott a büfé sátorban a somlói kocka. Ne! Igen, soha nem lesz ennél nagyobb szerepet. És tényleg, most vagyok a karriered csúcsán. És mi csak szarabb szerepekbe játszol majd. De nem tudom, mit mondott. Mit mondott? Hogy mit mondott volna? Ja, azt mondta. Én öltem meg Obi-Wan Kenobit. És eljött a ne. Igen, ezt mondja. Ezt mondatták el a színésszel. Én. Jól hozom, nem? Jó, jó. Én öltem meg Obi-Wan Kenobit. Nem. Tudd meg. De valójában ez... Csatra voltál a castingon, te kis bőcs. Azt mondta neki, hogy... Na, de akkor Darth Vader hangon van. Harrison megcsinálta Carrie-t. Ne! Harrison Ford és Carrie az öltözőben franciáztak. George pedig Harrison. Igen, tehát nem mondatták el vele. Nem. És utólag bement James Earl Jones, ugye, és ezt nagyon nagy titokban. Igen. És hangmérnökkel. Azt a szart, nem hallunk semmit. Csak a mit akarsz? Igen. Adja a pénz, amennyi, nem emelünk. George, visszatartja a kázsit. Tényleg. Visszatartja a kázsit. Te még nálam is szarabbul keresel. 3 hónapra utalnak. Az a durva, hogy jól hozzuk a Darth Vadert. Igen. Jól hozzuk a Darth Vadert, nem?
Tehát, hát ez bár igen, többen írják, hogy inkább a Batman vagy. Aha, igen. Igen. Gotham City. Na. Itt én mondom meg, mi történt. Ez inkább kicsit Batman-es. Készítsd a kocsit. Hogy hívják a szolgáját? Ki a szolgája a Batmannek? Tudod, az az öreg? Ja, Frank, vagy ki az? Frank, nem, ő a Leoni Hóhér. Ki volt Batman szolgája? Kópé? Kópé? De... Nem tudok szájkolni. Kópé. Itt vagyok, kedves Gazdám. Kópé. Itt vagyok, előkészítettem a Batmobilt. Alfred. Arthur. Nem Arthur. Alfred. Na most nőzs már. Nem, nem. Alfred. Na, Alfred. Készítsd a Batmobile. Ez inkább lehet. Na, meghallgatjuk, hogy hogy szól ez különböző nyelveken. Gumiztam. Jó. Oké, na, Robi, hallgassuk meg. Na figyelj, hogy szól ez különböző nyelveken. Azért erre kíváncsi, ez tök jó. No, I am your father. Hú, ezt nem értem, ez milyen nyelven volt. Nem állja. Na várjál. Tehát ez ugye, ez az eredeti, ez az angol, ez a James Earl Jones hangjával, ugye ez az én vagyok az apád mondat. Lók, még ráncsalogutakat találtak a Tatooine. Ne! Csak annyit mondok, soros gyerek. Mindenről őt elt. Figyeld, következő. Yo soy tu padre. Spanyol változat, figyelj, spanyol változat, nagyon jó. Soy tu padre. Ez az én... Por favor. Nagyon, ez borzasztóan szól. Nem. Ez az a dura, hogy ez vagy magyarul szól jól, vagy angolul. Ez sehogy máshogy nem szól jól. Ez borzasztó. Yo soy tu padre. Ja, ezt többször szinkronizálták. Igen, mert a spanyolok is többször átszinkronizáltak. Most jön portugál nyelven, figyelj. Jó, ez nagyon rossz. Igen? Ez mindenhogy nagyon rossz. Na, hát ez jó brazilul. Jaj, németül, figyelj! Na, várjál, brazilt még egyszer, ugye ott is a portugál, igen, igazából nincs, hogy brazil nyelv, tehát ugye portugálon mondja, figyelj. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Jézusom, ez valami nem tanulj. Igen, ez valamit valami kiragadott ilyen náci beszél. Figyelj. Ez nagyon rossz. Ez német. Folytasd, tudjuk, hogy megy. Borzasztó, basszus, ez minden nyelven nagyon borzasztó. Francia, figyelj. Non, je suis. Je suis. De miért mondja ezt ilyen biztos? Je suis, comme ça, vos fader. Milyen szar a francia szinkron? Ebből látszunk, hogy azért a magyar szinkron, ugye milyen zseniális, pedig hányan szinkronizálták, ugye, Darth Vadert is? Kránc Lajostól kezdve nagyon sok magyar hangja volt. Három magyar hangja volt. Köszi, champion, kisé. Köszi, mi jó? Komszá, jó, fader? Köszönő, forma. Figyeld a franciát még egyszer, figyelj. Igen. No. Jó. Hát ez nincs is meg, tehát én nem is tudom oda rakni. Jaj, olasz, figyelj. Várjál, még jön. Ja, várjál, még egyszer francia. Jó, most jön. No. Io sono tuo padre. Nagyon rossz. Massimo Fosi. Massimo Fosi volt az olasz. Yep. Jó, figyelj, oké, olasz. No, soy tu padre. No, yo soy tu padre. Ez a spanyol megint. Jászem túj otec. Ez a cseh. Jászem túj otec. Ezt te még érted? Hát ez az otec, az ugye apuka. Jászem túj otec. És valószínűleg a magyar is így szól másoknak, ugye ilyen bénán. Jászem túj otec. Figyeld? Nem, én vagyok az apám. Ez volt 1982, ez a Nagy Attila. Jön a igen. Én vagyok az apád. Kolosi Frigyes sem volt most? Már rosszabb, és most... Nem. Én vagyok az apád. Hát, szegény Kránisz Lajos, ő volt a legjobb. Egyébként ő a legjobb hang. Nem? Igen. Okay. Kolosi Frigyes is tetszett. Orosz? Igen. I am your father. Ja, yes, tojátyac. Hang alá mondják ez az orosz. Szinkronizált. Hang alá mondott megvan az orosz. Az abszolút csúfni. Figyeld, ott van az orosz, nézd meg, hang alá mondott. Figyelj. Mobil. Yeah. I am your
Isten. Hangalán mondott verzet. Ilyen nálunk is volt. Szerintem az elsőt még lehet, jó, hogy vihessen. Jó, nézted meg volt. Egy hanggal az összeset. Igen. Kínai. Én kínai. Vagyok az apám. Figyeld a kínait. Ez jó sikerült eltorzítani. Ezt nem hiszem el. Hú, raduk a van a bajt. Ez kács múcs. Jólágunk báó. Persze. Figyeld, a Ho Chi Minh. Ja, ez már kamut. Figyeld, figyeld a kínait, még egyszer. Szia! A japán a legjobb! Figyeld a japán, figyeld! Ez nagyon jó. A japán nagyon működik. A japán jó. Az nagyon klasszik jó. Japános, nem? Arab nyelven, figyeld! Milyen nyelv? Ez arabul volt. De nem az, hogy milyen, hanem milyen rossz a hangja. Hallgass meg! Tehát milyen rossz... Annak a bú! Nagyon rossz. Oké, okay, azt nézzük még, mi van. Mi a né? Mi a ta? Itt se sokat torzítottak héberül. Héberül, ennyit torzítottak? Ennyi. Ez a Darth Vader hangja héberül? Volt. Nem hiszem el, nézd meg, figyeld. Ők nem vágták akkor ez miről szól, figyeld. Ez a héber. Mi a né? Mi a ta? Úristen. Nem, ez valaki utólag rámondta valószínűleg. Nézd már, Christoph Steiner. Igen. Kasz, Lautzila, Adfeldhasz. Ez mi? Ez milyen nyelv? Bocsánat. Tájul, figyeld, hogy szól tájul. Watermelon shake, yeah, pal. Oké, jó. Táj, oké, mi van még? És itt a vége. Ennyi volt. Hát ez a gyerekek, ez magyar vagy angol. A legjobbak vagyunk. A németül se rossz, de azért ez... Ich bin dein Vater! Még szinte a kis bajusztot látod, nem? Tehát tedd egy az egyre. Nein! És utána rákiabál, hogy nein, igen. Na jó van, szegény David Prost, hát ő is elmen. Isten nyugtasd. Jövünk mindjárt a gyerek után 2 perc, a pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, drága sziasztok, hallgatók, jó reggel! Hatalmas baleset az M1-esen Győr irányában az 56-os kilométer kőnél kaptuk. Köszönjük szépen, úgy néz ki teljes pályázár, a dugó már több kilométeres, Viktor. Köszi, hogy elküldted. M30-as baleset, M30-es és a 35-ös, és a 3-as főútra leterelve Tiszaújváros Nyéklátháza Lehajtótól Miskolcig áll a sor. Ez 15 kilométer. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszi szépen. Igen, és Győr felé Tatabánya magasságában van egészen pontosan a baleset, úgyhogy hát vigyázzon mindenki Győr irányába. Ott valószínűleg pályazár lesz, úgyhogy aki előtte van, bennünket hallgat, és az M1-esen megy, az meneküljön. Miszer napos megoldás, mondja el nekünk, legyen kedves, milyen idő lesz. Mediterrán ciklon érkezik, vegyes halmaz állapotú csapadék. Értettetek valamit belőle? Nagyjából, igen. Igen. Jó, a lényeg, hogy plusz 6 fok is lehet délután. Köszönjük szépen, nincs napos megoldás úr. Napos. Az időjárás jelentés támogatója a napos megoldás. naposmegoldás.hu Na, hallottátok, hogy szintet lépett a MÁV? Nem hallottátok? De, hát figyelj. Hát ez mi? Gyerekek, hát olyan dolgok történnek a MÁV házatáján, hallottam, de nem éreztem. Megpróbálnak itt mindenféle pozitív hírrel elvenni, hogy, vagy esetleg elnyomni, hogy mit tudom én, még be a forgalomba helyeznek emeletes vonatokat újra, forgalom a Váci és a Ceglédi vonalon is, ráadásul örömhírrel konstatálták azt is, hogy nincs is közben alagút, tehát nem is fogja ledarálni a fülülőket, tehát ezt így nagyon összetették. De értjük ezt a sok pozitív hírt, de közben azért megpróbálnak nagyon finoman elhallgatni egy múlt heti hírt, illetve nem elhallgatni, csak úgy ellapítani egy kicsit. Azt hiszik, hogy mi nem csapunk le rájuk, de hát tudják, hogy a MÁV-ra ki vagyunk élezve. És hát mindig ül egy hallgatónk, mindig áll valaki vagy a megállóban, vagy a csatlakozásra várva, vagy esetleg vagy a pótlóbuszon, sínek mellett, vagy sétál a síneken. És ez most egy szintugrás, amit csináltak. Igen. Most szintet lépett a MÁV, azt is lehet mondani, hogy egyszerűen fénysebességre kapcsolt. Akármennyire is képzavar ez a MÁV esetében. Így van. Mert hogy, hát az az érdekes, hogy ők lekapcsoltak 2 darab kocsit. Fogalmazunk úgy, hogy elhagytak. Fogalmazzunk úgy, hogy elhagytak 2 darab kocsit. Igen.
mert hogy ő magában lekapcsolás az nem egy nagy rivály, hát ilyeneket szoktak csinálni több százszor naponta, de ez nyílt pályán, és úgy, hogy a rajta ülő utasok igazából erről nem lettek tájékoztatva, és nem is nagyon számítottak rá, így még nem történt meg. De miért azt mondja, kedves utasaink, az első három kocsi Szolnokra érkezik, a második kettő megáll 60-nál valahol. Igen, a másik kettőt a sorsára hagyjuk valahol. De várj, ez ilyenkor hogy van? Tehát ugye az arról szólt a hír, hogy műszaki hiba miatt a két hátsó kocsiját, a MÁV egyik vonata, a Lajos-Mizsei vonalon, valahol Felsőpakony és Ócsa között, hát leakasztotta. Ez a hivatalos. És a MÁV ugye azt mondja, hogy híresztelések ellentében nem szétszakadt. Nem szétszakadt ezért motorod, hanem Felsőpakonynál leakasztották a hátsó egységeit műszaki hiba miatt. A helyszínen maradt két egységet elgurulás ellen befékezték, fűtés, világítás volt, valamint egy vizsgáló is Felsőpakonyban várta, hogy elvontassák a szerelvényt. Hát ez milyen jó hangzik, nem? Igen, annyi, hogy aki rajta ült, annak semmit nem szóltak állítólag, nem tudták, hogy mi történik, csak így kinéztek, és látták, hogy nincs meg a vonat eleje. Hát ez még nem Ócsa. De Felsőpakony szép hely. Ha, igen. Ez nyílt pályán történt valahol? Tehát ez ott csak azt mondják, hogy nyílt pályán. Azt mondja, hogy a Felsőpakonyi állomáson, hát be is fékezték, volt rajta fűtés. Mert hogy van utas, aki azt mondja, hogy nem teljesen így volt egyébként. Nem? Akkor ez csak a tájékoztatás? Figyelj, ott van egyébként a helyszínpont, most mutatják, hogy egészen konkrétan hol történt. Hát ez a Felsőpakonyi állomás, így néz ki. Akkor vágják már egy picit a füvet, meg azokat a fákat is jó lenne, hogyha picit így megkurtítanák. Meg. De ez hogy van, hogy üldögélsz egy vonalon, ott csak úgy várt, csak ez úgy nem megy sehova. Csak azt mondod, hogy nem kéne már indulnunk. Aki rendszeresen, mondjuk napi rendszeresség utazik a MÁV-val, az nyilván hozzá van szokva az ilyen-olyan kisebb balesetekhez, torlódásokhoz, állásokhoz, veszteglésekhez, késésekhez, de ez egy picit több annál. Meg nem lehetett volna, ha ez csak két vagon, nem lehetett volna ezt átszólni, hogy gyertek át az első háromba. És ez nem állomáson történt. Ez nem ez kint, a nyílt pályán történt. Ez a nyílt pályán történt. Ha van esetleg valaki, aki ott volt, vagy a tovább haladott szerelvényben, vagy az ott hagyottak között, jelentkezzen már, mert szívesen meghallgatnánk egyébként, hogy mi történt. De ez milyen érdekes, hogy áldogálsz, kinézel, és azt látod, hogy eltűnt a vonat. Hát ilyen még nem volt. Volt már, hogy leszállítottak, volt már, hogy sétálni kellett, volt már, hogy állomáson ott hagytak, volt már, hogy nem jött a vonat, de hogy nyílt pályán eltűnjön a vonat eleje, nem, és mi ott legyünk két kocsival. Nem halad a táj. Még mindig. Nem halad a táj. Vagy tényleg, de azért nem szóltak meg, hogy kinézel az ajtón, megnézed, és azt látod, és hogy nincs meg a vonat eleje, érted? Tehát, hogy azért az várjál, hogy mondjuk hogy nyílt pályán, vagy akkor azt nem látod. Hát hogy nem, hát amikor már fél órája állsz, akkor csak kinézel. Kinyitod az ajtót. Az ablakot, vagy kinyitod az ajtót. Tehát, hogyha egyenes a pálya, akkor nem látod, hogy mi van előtt. De hogy nem, ha ennyit kihajolsz, Jani. Hát napi szinten vonatkozom. Hát nem, hogy ne látnál. Na, hajolj ki, csak vigyázz az oszlopra. Kihajolsz, azt látod, hogy hát hogy ne látnál. Tehát látsz előre. Hát egyenes pálya nem látod, ne beszéljetek már. Hogy ne látnál? Akkor, hogyha előre mész ahhoz a kocsihoz, ahol kezdődik a kocsi, és kinézel, és látod, hogy nincs előtted semmi. Hát ha én az utolsó kocsiban vagyok, amit lecsatolnak, akkor tőlem 10 méterre már nincs eleje a vonatnak, az kihajolok, látom, hogy semmi nincs előttem. Hát ne csináld. Ja, hát az első két ablaknál mondjuk, de hogyha mondjuk te hátrébb ülsz, akkor nem látod. Hát hogy ne látnál? Van. Mit akarja? Szerintem lapozzunk, mert nem ez a lényeg. Egyenesen áll a vonat, itt kinézem, más szögben látod, és látod, hát hogy nincs eleje. És látod, hogy nincs eleje a vonatnak. Akkor látom. Hát persze, hát ez... Lapozzunk. Jó, tehát jó. Akkor az első két ablakon kihajolsz. Mikor mész vonattal? Teszteld már le, hát nézd már ki. Jó, az oszlopokra vigyázz. Ne vigyél a félbe. Hát persze, hát azt ugyanúgy látod, hát ez nem kell ahhoz leszállnod és elsétálnod. És észreveszed, hogy nincs meg az eleje. Hogy ott hagytak. Igen. Hát persze. Akkor még azt gondolod, hogy rossz irányba nézel. Elnézel a másik oldalra, igen, és igen, biztos arra megy. Hát ha tolják, érted? Biztos én zavarodtam össze a másik irányba megyünk. Ott sincs. Igen, akkor mi a jó megoldás? Leszállsz, hogy nehogy valaki hátulról beléd rongyoljon, mint amikor a leállósá válsz. Rajta maradsz és vársz. Én nem maradnék egy olyan vonalon, amit nyílt pályán egyébként ott hagynak, hogy se eleje, se vége a kocsinak. Szóval a többieknek, hogy visszaülsz, és azt mondja, nyugodj meg, mindjárt jönnek, értünk. Vagy mi toljuk be az állomásig? Hát ott van egy vonat. Az hogy mit csinálsz? De a rajtamaradás az tényleg nettó hülyeségnek tűnik. Hát persze. És jó megoldás, hogy miért nem szóltak a többieknek, hogy titeket lecsatolunk, gyertek igen. át. Kapaszkodjatok, lesz egy hálóhely. Igen. Hátsó két kocsi. Hogyha valami gondotok van esetleg, az itt veszteglés, gyertek előre, mert mi megyünk Ócsára, ti még itt maradtok a nyitvágányon. Szolgálati közlemény hangzott el. És akkor egyszer csak a leállt vonatért jön valami, amire ráakasztanak és bevontatnak. Érted?
elvontatnak, bevisznek valahova, vagy fölcsatlakoztatnak egy másik vonalra, ami ugyanarra megy? Hát nyilván nem hagyták ott. Az idők végezetéig. Vagy hátulról egyszer csak látod, és megtol egy ilyen gőzös, és betol valahova. Nem. Érted? Rácsatlakoznak, és utána mennek tovább. Teljesen szürreális. Miért csatlakoztatták le? Elromlott. De hát mi romlik el? A klíma. És akkor nem húzott be a felső párkányig? Az egyébként ez egy jó kérdés, igen. Hogy ha nincs klíma, akkor félsz, hogy a menetszéltől megfagynak az egyébként utasok? Igen, mert igen. A MÁV azt mondja, hogy a híresztesség jelentésből nem szétszakadt a Desiro motorvonat. Desiro. Tesónak Desiro. Ez az új. Igen, és nincs is nyitható ablaka egyébként. Tessék? Akkor is látod az ajtón! Nem nyithatod ki nyírpály, nem fogja kinyitni az ajtót. Hagyd le a kasztot, annak nincs feje. Hát ez olyan, mint levágod a hallnak a fejét. A fej végével azt sem lesz, amit akarsz. Az ajtó akkor már nyílik a fejét, nem elvitték ócsára. Nem nyírpály, nem. Ez amikor beérkezik, csak akkor zöldre vált a lámpa, megnyomod, és akkor nyílik ki. Hát de akkor ezek foggyulejtették az utasai. Ezek túlszok voltak. Vésznyitóval tudnád kinyitni. Túlszok voltak a biztonság kedvéért. Túlszulejtette őket a MÁV. Van. Hát egyébként valahogy ki kell jönnöd. Hát beszarok. És ha begyulladak, vagy kigyullad belülről, vagy begyullad kívülről. Jó, mi van, ha ott valaki rágyújt és tűzült ki, akkor ezek bennék nem meg? Nem tudsz kijönni, nincs egy gumikalapás fém fejjel. Tung! És már törik is ott az ablak. Ott állok abban a rohadt ajtóban minden nap, látom, hogy mi van meg, mi nincs, de... Akkor maradsz, okay, akkor azt mondd meg nekem, kijönni, nem mi kijönni, olyan csak... műszaki hiba van, amilyet még nem tudod 10 percig bevontatni azt a nyomvat kocsit egy állomásra. Tehát ott hagyod őket nyílt pályán. Hát ez nagyon hülyének kellene. Tehát nem hagysz valakit nyílt pályán. Mi, egy kigyulladó kocsit is behúzol, megpróbál eloltani. Hát, mi az a műszaki hiba, ha csak nem lángolt az a két kocsi? De nem lángolt. Nem meg az, hogy behúzni. Hát az eleje fékez, nem a vége. Hát a hideg mióta probléma a MÁV-nak? Hát az most hideg, vagy késett, vagy hogy nem volt áram. Rendben, hát... utasaink húzódjanak egy kicsit közelebb egymáshoz. Nem és tudod, mi a megfejtés. Leheljenek. Késésbe volt a vonat, igen. És két kocsival, hogyha kevesebb, gyorsabban megy be. Azt mondták, figyelj, van. Azt mondja, hogy nem baj, kettő itt marad, megyünk. Csatold le őket, de ne szólj senkinek, ne vegyék észre. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello. Ott voltál ezen az ominózus járaton? Ott voltam, persze, szerencsém volt hozzá. De a szerencsésebb, igen? Jani mondta a tutit, hogy hogyan működik ez a vonat, tehát hogy erről nem tudsz leszállni, hanem amikor beáll az állomásra, zöldre vált a kis lámpa, és akkor tudod kinyitni az ajtót. Hát de és hogyha valami baj van? Akkor van vésznyitó. Akkor, na, és azt na, várj, tudod, jó minden. Oké, bogozzuk ki a dolgot. Ti álltatok nyílt pályán valahol, és egyszer csak ott hagytak, vagy te az ott hagyók között voltál, aki szerencsésebb? Nem, én az első mozdonyban, vagy az első kocsiban utaztam, én voltam a szerencsésebb. Mi elindultunk, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy először csak lassított a vonat, szépen lassan, majd leállt, elment a fűtés, elment a villany. Nagyjából egy olyan 25 percet álltunk ott, és... Ami már nem kevés. De hát ez megszokott, tehát ez nem is olyan gáz. A mozdonyvezető minden megtett, amit tudott egyébként. Tehát ugye ezeket a vonatokat úgy kell elképzelni, hogy az egyik végéből a másikba át tud sétálni. Ez egy szerelvény. És utána van egy második és egy harmadik, és az elsőből te a harmadikba nem tudsz átmenni, csak ugye egyetlen egy szerelvénybe tudsz ide-oda mászkálni. Telefonon kért segítséget, és valaki vezényelte őt, tehát mondta, hogy mit kell csinálni, és ő tényleg mindent megtett, rohangált, szerelt. De az mit jelent, hogy szerelt egy ilyen olajos kertésznadrágban, egy cigarettával a füle mögött, egy villáskulcsal olajos kézzel rohangált egy fémszerszámos ládával? Igen, egy marmokannával, meg egy 16-os villáskulcsal. Tehát ez hogy szerelt? Nem, hát én úgy tudom, nem értek annyira ahhoz, hogy ez hogy működik, viszont azt tudom, hogy ugye elméletileg ezt számítógép vezérli, tehát hogy ebben van egy ilyen kapcsoló tábla, és akkor ott kell parancsokat adni, hogy újraindítani, leállítani, nem tudom. Tehát
És ő rohangált le föl. Igen, tehát hogy elől is, hátul is próbálta megtenni. Te láttad a leszerelést? Látta a kalauz? Nem, bocsánat, itt, nem volt, itt nem volt leszerelés. A kalauz azt mondta, hogy a számítógép leállította az egész vonatot. És én arra gondolnék, hogy amikor ugye így leállt minden, akkor kapcsolódhatott le valahogy. Tehát ezt nem kézzel kapcsolják föl és le. Én erre tudok gondolni. Tehát ilyen nem volt, hogy valaki leszállt és lekapcsolta a vonat hátsó részét. Nem, ők azt mondja, a MÁV azt mondja, hogy leakasztották a hátsó igen. egységeket műszaki miatt. De miért nem szóltak az utasoknak, hogy gyertek előre, mi elmegyünk, ti maradtok? Nem tudnak, igen, hát nincs átjáró. De lehet kinyitja az utat, nem tudja kinyitni? Nyílt pályán nem nyithatja ki? Hát egy erdőben voltunk egy töltésen, tehát ott volt egy hölgy, aki szólt a kalauznak, hogy ő le szeretne szállni, mert egyébként annyira közel voltunk már Ócsához, hogy tehát jó, egy percre vonattal, de gyalog azért az még igencsak lett volna egy fél óra, és volt, akiért eljöttek volna, hogy ugye hazavigyék, de... Itt van a félem UAZ-zal. Igen, hát komolyan, mit kéne csinálni az új reality-t a TV2-nek, nem? Menekülés a MÁV-ban, hogyhányból. Menekülés a motorkocsiból. És akkor ti láttátok, hogy ott hagytok két utas, nem. vagy két szerelvény? Nem. Mi ezt nem láttuk. Én amikor leszálltam Ócsán, akkor... mondom, olyan kevesen vagyunk. Bejöttek? Mondd, hogy mi történik, közvetíts. Rágyítottak, bujkász. A vasutasok? Megtaláltam már? Jöttek, érted? Elnyitanak? Meg akar dorgálni? Nem. Szóval, hogy amikor én leszálltam, hátrafordultam és néztem, hogy nagyon-nagyon kevesen vagyunk. És mondom, mint hogyha Kőbenyek is Pestre három szerelvény jött volna, és ez így is volt, tehát mi bejöttünk egyen, és a másik kettő kimaradt ott az erdőben. Tehát így, igen. És egyébként én feltételezem, hogy itt volt valami más probléma is, mert simán vissza tudott volna ez menni, és behúzni a másik kettőt, de én úgy tudom, hogy ott eltelt másfél óra, amire őket behúzták Ócsára. Igen, itt van egy hivatalos SMS, vagy egy vagy forgalomirányító, vagy a mozdonyvezető, és valami a forgalomirányító között, így szól a hivatalos vél. A 142-es számú vonalon 17 óra 33-kor gyár Ócsa között a 2936-os számú vonat Felsőpakony megállóhelynél javított. Ócsa állomására érkezésről derült ki, hogy a három egységes vonatból az utolsó két egység ismeretlen okból Felsőpakony megálló maradt. Pálya elzárva, nem. KBS VBO értesítve zárója KB. Ez az tehát, ő belső hivatalos rendszerük. Ez egy belső üzenet, tehát aha. üzenetirányító aha. krízis üzenet 11.15, 18.09, tehát ez egy hivatalos na. üzenet, amit valaki nekünk elküldött. Hát akkor a belsősök se tudtak többet. Semmit. Ismeretlen okból Felsőpakony megálló de úgy ott így, hogy ott Ócsán hatalmas döbbenet volt, tehát hogy nem csak az én részemről, hanem ott mindenki, a kalauz, a mozdonyvezető, tehát ott mindenki tuti, hogy ledöbbent, hogy hol a hátsó kettő. Tehát ez mindenkit ennyire hidegen érintett. Hogy... értem, akkor igazad van, tehát akkor nem lekapcsolás volt, szeret, majd elindult, és ott realizálták, igen. akkor nem igaz, igen. amit a MÁV mondt, hogy ők ezt leszerelték direkt, hanem akkor ott jöttek rá, hogy úristen, ott maradt. Uh-huh. Te hallottad igen, a csodálkozást? Tudti. Hát nem hallottam, hanem én is csodálkoztam, ugye, de tehát, hogy biztos, hogy nem hagytunk volna úgy ott két szerelvényt, hogy na, azt hagyjuk ott, és akkor az első zárni menjünk, tehát ez még a MÁV-tól is sok lenne, de itt tuti, hogy valami olyan műszaki hiba volt, ami miatt nem vették észre egyszerűen. Tehát, és én tudom, tehát én attól tartok egyébként, hogy mindent rásóznak a mozdonyvezetőre, holott ő tényleg próbált mindent megtenni, hogy ne álljunk ott kint, mert erre is volt már példa, hogy mondjuk órákat álltunk egy helyben. Hát milyen jó, hogy van nála egy szerelőtáska, meg egy kis könyv, nem? Hogy azért persze, szóval, hogy csak hova kell bedugni azt a fáziszceruzát, meg azt a villácskulcsot. Őt is irányította valaki, tehát akkor azért gondolom, hogy itt volt valami hiba ezen felül is, hogy azért ketten nem vették észre, vagy nem tudom hányan, hogy hoppá, háromból egy indul. Uh-huh. Mindenképpen hát szintet léptek azért, hogy most már nem, tehát nem leszállítanak és sétálsz a sinek mellett, hanem észrevétlenül ott hagynak, és ülsz már ott, hogy elindulj, és ott vagy fejlélkül. És ők se tudják, hogy ott hagyják. És ők se tudják, hogy ott hagyják. Sanyika, ez Pestről nem négy kocsival indultál? Elvitt a kettőt, nézd már. Sanyi, egyedül gyűjtél? Egyedül gyűjtél, Sanyika, hol a többiek? A többiek hol vannak? Képzeld el, atya úristen, van valaki, aki viszont az ott maradt vonaton maradt, tehát hogy el tudja mondani, hogy milyen, igen. amikor ott hagynak. A nagy találkozás. Döbbenetes, biztos, hogy döbbenetes. Igen, köszi, hogy elmondtad nekünk, Vi, hogy becsörögtél, puszi. Ciao, ciao, hello. Igen. De nem létezik egyébként, hogy a mozdonyvezetőnek a kis műszerfalán nincsen néhány olyan lámpa, ami azt mutatja, hogy hány kocsi van éppen rákapcsolva. Nem? Újra forgatták a száguldó erődő Steven Seagal. Egyébként nem mondta, hogy azt nem egy MÁV vonalon kéne leforgatni. Tehát én már látom, hogy Wesley Snipes, Jason Statham,
szeretem, és Steven Seagal iszonyatosan menekül a vátóúcsa vonalról helikopterrel. Igen, ahogy itt maradjunk. És a felső pakonyak közben megtámadják, és rángatják lefelé Steven Seagal helikopterét. Nem? Nincs előtted egy ilyen jelenet? Gyönyörű képek. Igen, Escape from felső pakony. És mi lett volna, ha a csávó hátra megy szerelni, és közben elindul a vonat? Na most képzeld el. Ő meg ott marad. És így vakarja a fejét. Ott marad a mozdonyvezető is, és azt mondja, hogy ajjaj, na most mi van? Van egy jó, hogy? Meg egy rossz hírem. A jó hír az az, hogy nem kell megcsinálni a hátsó kocsit. A rossz hír, nem tudom, hol a hátsó kocsit. Igen, nem, a jó hír, hogy itt maradtam önökkel. A rossz hír, hogy viszont nincs mozdony, ahova előre mehetnél, mert az elment magától, úgyhogy maradok önökkel. Igen. Ez tipikusan az az eset, amikor elesel, de lemaradsz, és azt mondod, hogy csak brékelsz. Igen. Nem? Direkt volt. Direkt volt. Igen, na. Mindig ezt csinálod. Mindig így szállsz le a bicikliről. Hogy egy és? Mindig így szállok. Na jövő, mindjárt felhívunk egy hallgatót, akkor aki ott maradt, egy más perspektívából megközelítve az eseményeket. Milyen, amikor ott hagynak? Most hallottuk, hogy milyen, amikor te vagy az otthagyó. De milyen, amikor ott maradsz? Mindjárt ennek járunk utána, jövünk a hírek után. 3-9 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt a mávos történetről beszélünk. Félig viccesen persze, nyilván megpróbálunk ezen humorizálni, hogy ugye ott hagytak nyílt pályán 2 darab vasúti kocsit, és elmondta nekünk egy hallgatónk, aki telefonált. Hogy hívták, Anna? Segíts egy kicsit, ki volt? Bea. Barbara elmondta nekünk, volt olyan drága betelefonát, hogy ő azon a részén volt, akik ugye szerencsésebbek voltak, ott ők elmentek. De hogy azért itt írja több hallgató, és ebben is tökéletesen igaza van, hogy, vagy igazatok van, hogy azért ez azért dúlva, mert hogy a mozdony elmegy, a két kocsi a nyílt pálya hagyva, a jelzőrendszer szabad utat enged, jön egy másik szerelvény 70 km/h-val, ugyanis ugye az van, hogy amíg nem ért be az állomásra, addig senki nem tudta, hogy a nyílt vonalon ott van a szerelvény egy része. De nem vette észre. Nem, hát hallott, hogy itt iszonyatos rohangálás volt és csodálkozás, és azért hátulról jön egy vonat, érted? Neki zöld jelzése van, hiszen a mozdony meg előtte beért. Oké, hogy most a MÁV azt mondja, hogy persze, természetesen igen, tudatosan lecsatoltuk, ha stb. De ezért tudatosan lecsatolt, akkor csak szólsz az a hátulülőknek, hogy gyerekek, kinyitjuk az ajtót, gyorsan menjetek előre, aztán megyünk tovább, nem? Tehát, abba belecsapódik, képzeljétek már. Persze, meg hát a tudatosan lecsatoltuk. Egy szakaszon, ami nem belátható a mögötte haladó szerelvény mozdony vezetője számára, és akkor lehet probléma. Meg a tudatosan lecsatoltuk, az nagyon hamar megdől, hogy szóltak-e azoknak, akik ott maradtak. Hiszen ha tudatosan lecsatolták, akkor értelemszerűen azt mondták, hogy uraim, ha... önök maradnak, igen, pillanat, mi ezt most lecsatoljuk, igen, mennek, tehát úgy nem csatolsz le tudatosan, ha... hogy nem szólsz. Ha tudatosan lecsatolom, ha tényleg tudatosan csatolták le, akkor ők leszarták azokat az utasokat, mondjuk akik ki. Akik ott ültek. Na gyerekek, de tudjátok, hogy mindennek utána járunk. Hát most volt egy hallgató, gyerünk, aki az otthagyók között volt, most ott van egy hallgató. És most jön egy erdész, aki a közeli erdősávból látja az eseményeket, és a mozdonyvezetőt is, aki a gatyáját fogva szalad be a csavitosba, hogy könnyítsem. Itt van egy hallgatónk, Zsolt. Hello, Zsolt, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggel. Én úgy szeretem, hogy mindenhol vannak hallgatóink, tényleg az otthagyó vonaton, az otthagyottak között, bármi a témán, azonnal jelentkezik valaki. Az utasok annyira nem szerették. Hát azt gondolom, azt gondolom. Figyelj, a legfontosabb, nektek szóltak, hogy ott hagynak benneteket? Mert senki ebből... nem szólt. Hát akkor titeket, nem, akkor titeket véletlen nem, hagytak ott. Nem tájékoztattak, és megmondom az őszintét nektek, hogy ugye elindultunk haza, mindenki ugye, aki tudott már a munkából tartott hazafele, hogy 8-ra hazaérjünk, és ugye meg kell hagyni azt, hogy ugye eleve nem megy gyorsan ezen a pályaszakaszon a vonat, mert ugye maga nem is jó a szakasz. És van, hogy ugye, amit az előttem a hölgy elmondott, mert hallgattam, volt már olyan, hogy órákat álltunk egy helyben, és nem szólt senki semmit, csak egyszer elindult a vonat. Böngésztünk, mindenki el volt a kis maga gondolatában, ugye a kalauz át ugye a másik vagóban volt, és akkor megyünk, egyszer csak ugye tény is való, hogy így elkezdett lassulni a vonat, ugye, ami nem volt meglepő, mert van, mikor megáll, elindul, és egyszer csak megálltunk. És akkor nem is tűnt fel úgy senkinek, csak már egy idő után már azért kezdett gyanús lenni, hogy nagyon sokáig vagyunk, és akkor az egyik srác ott mondja, elment a vonat. Nincs ilyen. Mi vagyunk a vonat. De mi vagyunk a vonat. Mondom, hogy elment. Nem hiszettem neki különösképp figyelmet, azt mondja, de elment a vonat. Hát mint valamilyen ilyen rabár regény, de tényleg. Tehát egy nem is tudod, hogy ezért elment a vonat. Tehát mi vagyunk a vonat. Mondom, hogy elment. De hazafele, hova tud menni? Csak győzködte ott a többi utast? Igen, győz. Hát nekem mondta, de én nem foglalkoztam vele. De azt mondja, elment a vonat, higgyem el. Az év mondata, gyerekek, hogy ülsz a vonaton, és valaki azt mondja, hogy elment a vonat. Előre, mert nincs előttünk semmi, nem értem. Gyerekek, a korona háttérzajban ezt megtaláltuk az év mondatát. Vonaton ülve, mi az, amit nem akarsz hallani? Elment a vonat. Na de itt ülünk, de? Nem, mondom, hogy egy másik vonat ment emellett. Nem, elment, mi is elmentünk. Óriási.
És akkor te felnéztél a telefonodból? Akkor ugye felnéztem a telefonból, mondom, hogy csak megnézem már, hogy most mi ment el, hogy ment el, és nézem, és nincs a vonat elején. Mondom, az... hogy ez hogy? Meg... Felhívom a főnököm, mert mondom, figyelj, figyelj már, van egy kis probléma, itt hagyott a vonat. Nem, itt nagyon nagy. Úristen. De azt mondja, hát de előbb beszéltünk a vonaton, vagy hát mondom, most is a vonaton vagyok, csak én itt maradtam a mozdony meg. Akkor hogy ment el? Jézusom, na figyelj, kívülről elképesztően grotesz. Tehát ha rajta vagy, tudom, hogy borzasztó, de hogy azért ez, mondom, ez az évtized mondata. Picit azért összezavart. Mit tarakodtatok? Ilyenkor lesz egy ilyen utas közösség, hogy megbeszélitek, egyből beszélgetsz idegen emberekkel, megdumáljátok, jön-e értetek valaki, leszálljunk, nyisd ki az ajtót, próbáld meg, hát ha az ablakon kiférünk, mi történt? Figyelj csak, hát volt, ugye ott beszéltük, hát mondom a vészni, mert felhívtam egyből egy mozdonyvezető barátomat, aki éppen útközben volt, hogy mondom, figyelj már. Ő, gyere, értünk. Mondom, ehhez értesz-e, hogy hogy tudunk megszabadulni? Hát azt mondja, hogy nem tudja, mert ő gombbal nyit ajtót. Nincs. Hát ezt nem mondom, akkor a vésznyitót, azt mondja, az sem jó, mert hogyha jön ott egy vonat, vagy bármi van, akkor nehogy esetleg tragédia legyen a vége. Akkor elkezdtem ugye telefonálgatni, hogy a MÁV-nak, hogy mégis mi van, de hosszas várakozás után sem vette fel senki a telefont, hogy tájékoztatást kapjunk, hogy mégis mi van. És ugye, amit nagyon sok helyen megjelent médiumban, hogy lekapcsolták a vonatot, hát ezt nem gondolom, hogy nyílt pályán kellett volna lekapcsolni a vonatot, és eleve tájékoztatni az utasokat, hogy figyeljétek, most lekapcsoljuk a vonatot. Biztos, legalább szóltak volna, hogy előre hívnak, ez nyilván nem állja meg a helyét. És egy nyílt pályán nem kapcsolnak le, és nem hagynak ott benneteket, tehát ez biztos, hogy nem így van. Tehát, és akkor vártunk, ültünk, egyszer csak ott, így az alagút végén, mikor megcsillan a fény, jött egy vonat, ott berobogott, befüstölgött értünk, és akkor behúzott, és akkor utána mondták, hogy hát igen, lekapcsolódott a vagon, de ők nem tudnak mit csinálni. Mondtam, hogy akkor térítsék vissza a jegyet, mert mondom, ez nem állapot. Figyelj, de írja valaki a legabszurdabb dolog, tehát rajta ülsz a vonaton és lekésed. Igen. Mondom, hogy szintet lépett a MÁV. Az, hogy nem jön, hogy lassan jön, hogy késed, oké. Okay. Rajta ülsz és úgy is lekésed. Ez az, amire igazán nem számítasz. Mit csináljuk? Kapcsoljuk le őket. Erre nem számítanak. Ki az, aki nem siet? Igen. Járcsókocsik. Ki tud? Zsolt, elmondhatod magadról, hogy lekéstél úgy egy vonatot, hogy rajta ültél. Hát ez a leggyönyörűbb. Hát én legelsőnek elküldtem egy barátomnak, hát én már végén már most nagyon nevettem rajta, tehát már így ugye most a kollégák is nevetnek, ugye egészségügyben dolgozok. Ők nagyon vittesnek találták maga ezt a helyzetet, hogy végre valaki úgy késte le a vonatot, hogy rajta volt. Igen. És visszafizették, vagy mondtak valamit, vagy visszakaptátok a jegyárát? Nem térítették vissza. Nyilván lehetne ugye, tehát most olyan, tehát olyan dologban dolgozik a barátnő, amit nyilván ugye, tehát ügyvéd, nyilván ugye ezeknek most bele lehetne menni, mert ez egészen pontosan nem így működik, hogy azért az utasokat munkából hazafele, vagy munkába tartó utasokat volt, aki munkába tartott, és ugye neki ezért késni kellett. Ugye ezért mondta, hogy neki taxit kell hívni, mert például volt egy olyan busz, amit már nem ért akkor el. Tehát ugye neki lesz egy plusz kiadás. Hát persze, csak nem állsz bele a pereskedésbe, hosszú jogi procedúra. Tehát... Így van, de ez felháborító, hogy igen. Tehát nyilván ugye a késések is vannak. Persze, de a legnagyobb szlogen, ami megjött már egy hallgatónktól, nagyon jó, Tamás írt nekünk, el is viszünk, meg nem is. Hoztam is, meg nem is. De ez majd mi eldöntjük, majd mi tudjuk. Okosba megoldjuk, el is viszünk, meg nem is. Zsoltikám, te mivel foglalkozol egyébként? Én egészségügyben dolgozom. Egészségügyben. Covid osztályon, azt a mindenit, tehát le a kalappal. Figyelj, mennyit álltatok a nyílt pályán? Ez még azért fontos, hogy mennyi idő után reagáltam már? 5 perc, fél óra, óra? Mennyit kellett várnotok? Hát megmondom az őszintét, hogy pontosan nem emlékszem, de több mint fél óra volt. Több mint fél órát álltatok a nyílt pályán. Hát tehát nagyjából akkor sikerült felfogni tulajdonképpen, hogy mi is történt. Fú. Ez milyen szerencsé, hogy persze nem jön valami hátulról, nyilván látja, hogy ott zárt a vonal, tehát ez nem hiszem, hogy szabad jelzést ad, ezt többen elküldték közé, nem ad szabad jelzést. Na de hogy azért ott gazdátlanul vesztegelni, hát azért... Azt viszont meg kell mondjam, hogy adhat szabad jelzést, mivel a vonat áthalad az érzékelőn. Viszont a másik vagon nem haladt át, és ugye
Nem, itt szakik megírták nekünk, hogy ehhez nem értünk, de nem ad. Tehát, hogy higgyük el, hogy nincs szabad jelzés. És szakik írták, mozdonyvezetők jelezték közben, hogy minden jó, amit mondunk, de nincs szabad jelzés. Tehát közben az érzékeli, hogy valami a sinem van. Tehát, hogy elvileg hátulról ti nem kaptatok volna a társaságot, mert nem ad szabad jelzést. Hiába csatolódott le. Nyilván nem is mennek ezen szakaszon gyorsan a vonatok, mivel olyan rossz a pálya, hogy így billeg a vonat, amikor mész, tehát csoda, hogy fel nem forul. De eleve nem is megy gyorsan, tehát még lett volna ideje mondjuk megállni. Nyilván kivilágítatlanul sötétben, azért a mozdonyvezető se tud olyan érdemben reagálni. Meg hát azt írják, hogy félig megvolt, mit térítsenek vissza, érted? Hát, mert ez meg a másik, hogy azért mit térítsen vissza, érted? Félig eljutottál. Sőt, többé-kevésbé illegálisan voltál föl. Én ezt szüntetnék is. Ebben igazat adok a hallgatóknak, hogy végülis félig elvittek. Hát persze, most mit reklamálsz, érted? Sőt, ugyanazon pénzért te többet voltál a vonaton, mint a többiek, igen, akik az elejében voltak. De képzeld voltak ezeket a főnököket, elment a vonat, de hát rajta voltál. Hát persze, most is rajta vagyok, de elment. Na jó, na induljál ebben fel, mondom, hogy itt vagyok. Tehát a srácnak az aranyköpése volt, hogy elment a vonat. Ez a legnagyobb duma. Ez a legnagyobb duma. Én erre mindig emlékezni fogok, akárhányszor meglátom a MÁV feliratot, mindig emlékezni fogok, a vonat elment. Igen. Én meg rajta voltam. Igen, itt egy másik hallgatunk írja, nagyon jó, egy barátnőm futott a vonalhoz a Nyugatiban, nagyon boldog volt, hogy épp elérte, aztán kiderült, hogy az utolsó kocsit lecsatolták, és pont arra szállt föl ő is, tehát volt társaságod, ez Gabi küldte nekünk. Zsoltikám, köszi, hogy elmondtad, ma beértél, vagy ma már ott vagy? Én megmondom az őszintét nektek, hogy autóval jöttem, nem mertem bevállalni azt. A főnököm azt mondta, hogy inkább legyen az, hogy kilométert fizetnek, mint a vonatot, azt mondja, mert ez legalább nem hagyott téged. Hát ráadásul, hogy Covid osztályon szükség van rád. Mit csinálsz, ápoló vagy? Vagy mi a feladat? Igen. Pesten? Igen. Durva? Megmondom nektek most az őszintét, ugye nyilván köt a titoktartás, de annyit el lehet mondani, hogy ami így azért felfut így a médiába, azért az egy kicsit, tehát ugye mindenki szereti így egy kicsit így túrázni. Annyira, de nyilván nem tudom, hogy más kórházakban milyen a viszonylat. Nyilván a mi kórházunkban most szerencsére egész nyugodt körülmények, és nyilván az ottani kórházi vezetők, ők tényleg valóban a mi kórházunkban mindent megtesznek azért, hogy a mi egészségi állapotunk rendben legyen. Hát gondolom a legtöbb kórházi vezető megteszi, amit tud. Zsoltikám, kitartás nektek, meg hajrá, hát ti vagytok a frontvonalban, úgyhogy csókoltatunk mindenkit, ott add át minden nővérnek, orvosnak, akinek tudod, jó? Hogy köszönjük szépen, amit értünk tesznek, meg értünk tesztek, mert azért ti most, amit ott végrehajtotok az egészségügyben, az valami egészen emberfeletti, úgyhogy köszönjük ezt nektek, meg hogy elmondtad a sztorit, azt is, hát elmondhatod magadról, hogy neked több szempontból volt érdekes a 2020-as év. El is érted, meg nem is. El is vittek, meg nem is. Ne felejtsd, de elment a vonat. Teljesült is, meg nem is, de a vonat el. Igen, Zsoltikám, vigyázz magadra, jó kitartás, sok erőt a munkához, köszi, ciao, ciao, ciao. Hány gyerekek az év mondata? Elment a vonat. Elment. Na de rajta ülünk. Elment a vonat. Akkor is. Rajta ülünk. Na, viszont a jó hír. Tele vagyunk ajándékokkal. Készpénz nyereménnyel. Méghozzá nem is kevéssel, mert hogy kétszer 200 ezer forintot lehet nyerni. Naponta kétszer 100 ezer, ami azt jelenti, kétszer 100, így van, kétszer, csak ugye nem egyben, hanem kétszer 100, és ez azt jelenti, hogy egy hét alatt 1 millió forintot adunk majd oda. Ugye? Legjobb matematikai. Nagyon nehéz, nagyon-nagyon sok intelligenciát követelő játékban. Hú, hát ez most megint nagyon durva lesz. Á, figyeljetek, ha a múlt hétre azt gondoltátok, hogy ott aztán olyan kérdésekkel facsargattuk meg az agyatokat, hogy azt már szinte alig bírtátok megválaszolni, akkor most készülhet. Ez most annyira durva lesz. Egy szellemi kihívás. Így van. Mával ócsa felé. Ne, annyira nem lehet. Úgyhogy lehet jelentkezni a játékunkra, jó? SMS-ben, aki játszon, az írja nekünk, és akkor a hírek után jövünk, és gazdára talál 100 ezer forint. Úgyhogy hajrá, jövünk mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Kilenc óra után vagyunk, 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Laci, ülj le. Menj ki. Laci, menj ki. Na gyerekek, itt vagyunk. Hello mindenkinek. Én szeretem ezt a dalt. Akkor hallgass. A legjobb karácsonyi nincs igazad, a világom. December elején már el lehet kezdeni karácsonyi dalokat hallgatni, hogy az a kis metálos, lehorgonyzott acél lelked
egy kicsit mire beesik december 24-ére a fal alá, hogy ne csak egy zabálást lásson ebben az ünnepben, hanem a meghittséget, a családot, a karácsonyt. Én egész és hétvégén a... fényfűzéreket aggattam fel. Nagyon helyes. A ciprusunkra nekem már megvan nagyon a karácsonyi helyes. Hangulat. Ne csak a bilagitot vedd meg karácsonyra, hanem a szívedet is készítsd fel arra, hogy jön a karácsony. Kelleni fog a bilagit, ha csak abból indulok ki egyébként, hogy ha már karácsonyi hangulat, nálunk már olyan szinte karácsonyi hangulat van köszönhető annak a 20-30 darab beiglinek, ami itt hever, többek között a Fit Candynek köszönhetően, akiktől most kaptunk egy akkora ajándékcsomagot mindenféle egészséges finomsággal, köztük egyébként vagy 12 darab beiglivel, az hogy ez valami elképesztő. Ráadásul Feri is hozott még be beigliket. Nem én hoztam, a másik csapat. Viszont küldjetek nyugodtan, és azért megmondom, miért küldjetek. Nem nekünk küldjetek, hanem ha nekünk külditek, és nekünk az már sok stábilag, akkor azt szoktuk csinálni, hogy van néhány olyan ovi, akiket mi azzal segítünk például így évvégén, hogy minden többek között nekünk küldött küldeményt, meg még mi is veszünk nekik dolgokat, tovább küldünk nekik. Tehát az ne riasszol meg benneteket, hogy sokat kapunk, nem hagynád abba? És nem. Köszönjük szépen a Mákos Pankának. Azaz, köszönjük. De azt nem fogjuk bemondani a vacak neveteket, ezért ne küldjetek. Nem vacak, a bájegy de ne küldjenek, azért mert nem fog bemondani semmilyen nevet. Dehogy nem. Azért külditek, ha küldi, akartok küldeni. Nem fogjátok a nyomorult cukrázátokat minden nap bemondani mindenkinek. Ezt tök őszintén mondom. Vagy küldj azért, mert nekünk akarsz küldeni, vagy ne küldj. De azért ne küldj, hogy bemondjuk a cukrázdádat, mert azt nem nekünk küldöd, hanem ingyen reklámot akarsz, akkor ne küldjél. Ezt most tök komolyan nem fog bemondani. Melkos Pankot díj, hogy nem érdekel a cukrázdája. Nem érte, oké, bemondtam. De most ezt halál komolyan mondom. Jó, nem egy élő reklám. Most tök komolyan mondom, hogy nem mondjátok be. Én aztán pedig azt mondom, minden márkát mondok, nem mondjatok be a cukrászdákat, mert nem mondjuk be, mert azért ne küldjön. Küldjön azért, mert akar küldeni. Azért küldjön. Hülyeség most, amit mondok, mondjátok. Jó, csak már most olyan mentél neki, aminek nem. Nem mentem neki, csak nem kell bemondani. Tehát nem mondjátok be, nem kell puncsolni. Vagy küldjenek. Puncsol a halál. Hát akkor minek nem is ezek belőle. Ennek nem mond be. Azért, mert kedvesek voltak. De ne kell, legyenek ott, akkor ne tegyenek rá logót, vagy ne mond be. Akkor nektek mondom, akkor ők küldjék a saját csomagolásukban, ne mondjátok be. Ne írjátok rá, hogy honnan jött. Ez nem egy izé, érted? Nem kereskedelmi be. Értéke van. Így van. Ja, igen. Nem lógunk be ide egy műsorba 2 milliós hirdetése, 2 darab nyomorúságos mákos beiglivel. Hát azért ennél több kell, hogy kiszúrják a ti szemeteket is, nem? Nem. Hát ez a baj. Rohadt ingyen élők. Megvesznek benneteket 2 nyomorúságos mákos rúddal. Nem, te akkora ingyen élők vagytok. Rendes szint van benne. Hogy mit akartam mondani, mi viszont komoly. Nyugodtan küldjetek ide, mert mi mindig azt csináljuk tényleg, hogy például van a Dankó utcában egy ovi. Nagyon helyes gyerekek jár oda, nagyon cukik, vagy hajléktalanok a szülők, vagy kilakoltatták őket, és ilyenkor mindig azt csináljuk, hogy összekészítünk nekik jó nagy csomagokat, ti is legyetek így, és beküldjük az óviba. Tehát attól senki ne féljen, hogy ez így kidobásra kerül. Nagyon örülünk mindennek, nagyon cukik vagytok, de júli egyből, amit nem bírunk mi elvinni, meg egyszerűen, tehát hogy nincs rá szükségünk, de ti külditek, azt mi küldjük tovább. Arra tehát jó helyen megy. Cetlit, hogy szeretettel Balástot, és már megy is a Dankóca. De legalább megy, ez a lényeg, hogy persze, megy, hogy ott van 25 gyerek, aki viszont egész évben nem veszik semmit, hát csak ezzel is ezzel. Hamis tök főzeléket szegénynek. Mennyit nézzetek meg, mennyit kaptunk, nem mondok ki a nevüket. Ki küldjük is. Mehet is. Megy is tovább, úgyhogy nagyon, nagyon cukik vagytok, de tényleg akkor küldjetek, ha... Igen, és előre szóljatok, létszi, ha idehoztok bármit, és most tudjátok, olyan időket élünk, hogy szóljatok előre. Jó, nagyon igen. Szépen köszönjük. Bali megint új barátokat kereszt című rovatunkat hallották. Oké, Mr. Napos megoldás, milyen időnk lesz? Plusz 6 fok. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Napos Megoldás. Naposmegoldás.hu. Na, így van, Napos Megoldás. És akkor mi játszunk, egy jó kis játékunk van, gyerekek. Először egyszer 100 000 forintért, aztán még egyszer 100 000-ért. Jó, a játék lényege a következő. Parancsolj fel. Magyar gyomorba, magyar tej. Ebben ez tök igazad a, van. Ez a fontos benne. De igazad a mi van. Tehén csordánk összekeveredett így nemzetközi van. A tehén csordánk. Van benne mindenféle nációjú állat, de van. Náci, Jézusom, tudod, hogy ebből volt valakinek baja, most nem olyan régi, vigyázz össze. Náció, hogy van benne egy igazi magyar tehén. A magyar tehenet kömök talán. Nem a hollandot. Nem a franciát. Nem a japánt. Nem. Nem. Még egyszer a japán. Nem a japánt. Jó a japánot. Jó a francia. Nem a németet. Igen. A magyar tehenet. Jó. Magyar gyomorba magyar tejet. Így van. Magyar gyomorba alföldi tejet.
Magyar? Igen. Magyar gyomorban magyar gyomorsavat. Persze, magyar fajonzban magyar szalat. De ha véletlenül nem sikerül megtalálni a magyar tehenet elsőre. Akkor is van még lehetőségetek arra, hogy nyerjetek, mert hogy utána kérdés alapú. Így van. Kérdéseket teszünk fel. Utánatok rugdossuk ezt a 100 000 forintot, ez jó. A lényeg. Megkapjátok. Így vagy úgy elviszitek ezt a rohadt 100 000-et. Nem biztos, hát lehet, hogy csak 20 000-et viszel, ha csak egy kérdésre tudja a háromból. Ha két kérdésre tudja a háromból, akkor 50 000-et. Ha három kérdésre tudja a választ, akkor viszi el a 100 000-et. Milyen szerencsé, hogy van valaki, aki elolvassa a játékszabályzatot. Nem, csak figyeltem a Lacia, mert szerint csétlen fél órája itt. Nem, ő reggel 7 órától. Na, vegyük át a játékot. Jó lesz az, Laci. Jó, na, vegyük át a játékot. Megcsináljuk, Laci. De figyeljetek, nagyon küzdött, Laci, nagyon küzdött, igen. Na, itt van a hallgatónk. Haló, jó reggel. Rád egyedül. Jó reggel, sziasztok. Szia. Hello. Hello. Szia, Rebeka, hello. Így van, sziasztok. Hogy hívnak? Csáó, Rebeka, mi újság? Szia, Rebeka vagyok, Debrecenből telefonálok nektek, minden napot, és már nagyon vártam, hogy... De jó. Rebeka, Rebeka. Volt egy, ez az ukrin menetek? Ez te voltál. Tessék? Ez az ukrin Benedek dal, ez te voltál már, hogy ez rólatok szólt, Rebeka. Így van. Mi volt? Hogy volt ez az ukrin Benedek? Jaj, de szép a Rebeka. Emlékeztek? Sajnos igen. Ugye? Szegény ukrin Benedek bácsi. Rebeka, mivel foglalkozol? Én Debrecenben van egy luxus kategóriájú szálláshely, és azt vezetem igazából. Most nincs itt vezetni. Ez egy butik hotel igazából, ami 5 szobából áll, és ott fogadjuk igazából a vendégeinket. Hála Istennek, amúgy a jogszabályok ellenében vannak még üzletűzben. Hát persze, hiszen üzleti útra mennek igazából. Néhányan, és mennek velük a kuncsavtyaik is, úgyhogy úgy azért könnyű üzemeltetni egy ötnek. Mit csinál itt, hölgyem? Ő üzleti úton vagyok. Ó, értem. És ki a maga mellett álló férfiem? Ő Sanyi, házas ember. Két gyereke van. Igen, de ez most nem fontos. Ez most nem fontos. Üzleti útra mennék a 102-es szobába. Aha, szóval, hogy ilyen kis butik hotel tudtak üzemeltetni. Ez jó. Így van, hál' Istennek, Debrecen szívében, hogy igazából imádom a munkámat, nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, és így... Kicsit kimarad a térerő. Nyugtasson meg a tudat, hogy meg lesz a 100 000, mondjuk ezzel a telefonoddal te bezárattad éppen most a munkaidet, de ne törődj vele, mert 400-a fognak kimenni hozzátok. És milyen üzleti útra érkeznek hozzátok Debrecenbe? Hát igazából ugye a jogszabály meghatározása szerint ugye üzleti ügy, egészségügyi dolgozókat, illetve oktatási célból fogadhatjuk ugye a vendégeinket. Így van. Ezt sokszor elmondtad az elmúlt 2 hétben, gondolom. Olyan szépen tolod. Igen, ugye oktatási célból oktatás. Érkezett hozzánk. Igen. Ennyi, Rebeka, meg ne tudja nagymama. Igen. Hát igazából Debrecen elég nagy város, úgyhogy igazából sok lehetőséget kínál az emberek számára, úgyhogy valószínűleg. Hát igen, oktatjátok az NFUS-t. Na túl francia után szájba. Jaj, köszönöm szépen. Na mondj egy számot. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. Nem vagy online, Rebeka, véletlenül? Online? Igen. Hogy így látsz az interneten, nem vagy. Mert ha látnál bennünket, Rebeka, akkor látnád ezeket a gyönyörű kis 10 éves magyar tejet produkáló egyszem magyar tehenünket, és a többi migráns tehenet, akik beszivárogtak az alföldi tej legelőjére, migráns tehenekről van szó. Mert hogy ők vagy németek, vagy hollandok, vagy franciák, vagy japánok, de ki kéne választanod a magyar tehenet? Hát sajnos most így nincs előttem, de igazából rá tudok keresni, hogy rádión keresztül hallgatlak titeket, de akkor mindjárt megnézzük. Hát ez nagyon durva. 1-től 5-ig mondasz egy számot. Ez a grafika azért ez. Na. Igen, az nem rossz. Nem rossz. Van 2 foltos, 3 egyszínű. Igen. Na, melyik legyen? Mondj egy számot, melyik legyen? 3. Három! Mi három tehén? Hát a hármas tehén. Hármas tehén legyen. Na, hallgassuk meg a hármas tehénet. Hármas tehén. Jó, oké, adom. Várjál, megpiszkálom a hármasat, hogy szóra bírjam. Nagyon bőg. Bonjour, je m'appelle Gérard Dupont, bienvenue de ma faire, Jean Valjean.
minden idők legbetegebb játékot. Mit hallottál? Hogy, megvan hogy a magyar hívja? Tehén, Rebeka? Hát ez a francia tehén. Oly, ügyes vagy! De nekünk mit kell megtalálnunk? A magyar tehenet. Így van. Na így nincs 100 000 forintot egyelőre. Ez egy francia tehén volt, gyerekek. Bizony. Ez egy francia tehén volt. Semmi baj, jöjjenek a tudás alapú kérdések. Így van, így szól az első, figyelj ide. Melyik a legnépszerűbb sajt Magyarországon? A cheddar, az ementáli vagy a trapista? Hát ez nem... A trapista. Trapista, 20 000 forintod van. 20 000 már zsebben. Sose gondoltad volna, hogy a trapistával nyersz 20 000 forintot. A jó kis magyar trapista sajt, ugye? Legolcsóbb is. Így van. A jó minőségű, így van. A jó minőségű azért ott is jó. Füstöltet imádom. Úgy hívják, hogy nem trapista. Ez a jó minőségű, igen. Oké? Ja, jöjjön a másik. Igen, parancsolj. Melyik ételben nem kell tejfel? Tejfel. Gulyás leves, paprikás csirke, vagy frankfurti leves? Na, ez is egy olyan magyaros kérdés. Gulyás levesben. Ötven ezer forint a zsebbe. Nagyon jó. Összement, mint a pont, pont, pont. Mi van a pont, pont, pont helyén? Hogy hangzik a közmondás? Összement, mint a... A... Összement. Figyelj! A tököm, B. Az alutej, C. A tejföl. Összement, mint a... Összement, mint az alutej. Így van! 100 000 forint! Így van! Üdös csánkodat. 100 000 forintot nyertél. Ezt nem hiszem el. Mi sem. Kérlek, mi sem. Összehoztuk. Úristen, nagyon köszönöm. Gyerekek, ez cash, vagy ez alföldi tejutalvány? Nem, vagy ez nem, szemcsés túróban kapja. Nyilván az. Nyertél 500 kiló szemcsés túrót. Fél zsíros. Igen, vigyázunk. És 4 kiló írót. 100 000 forint, mi lesz a sorsa? Hát igazából az a helyzet, hogy ugye a szereteimet szeretném ezzel majd így az ünnepek közelettével majd megajándékozni. Jaj, de cuki, ez tök aranyos. Hát akkor ebből egy kellemes karácsony tudsz mindenkinek. Hát bízom benne, igen. Na, akkor örülsz, nem lett savós a szád íze. Nagyon örülök. Bianca, küldjük akkor neked, ügyes voltál, Rebeka. És akkor nagyon Rebeka. Nagyon szépen köszönöm. További szép napomhoz. Na, ez nem az én napom. Hát ez van nagyon nem az én napom. Azt akartam mondani, hogy költ szép dolgokra, csak ezt akartam még elmondani. Igen. Puszi. Puszi, 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 puszi. Szia. Bocs, gyerekek, a mikrofon mögött is ember ül, én is hibázhatok, érted? Itt fejből mondom közben a jobbnál jobb magyarországi jellegzetes kérdéseket, érted? Csak így, hát persze, hogy most a Biancát lerebekázom. Na, hát. Vagy a Rebekát lebiancázom. A 100 000 forint megvigasztalta. Azért elég... Hívhatod volna Sanyinak is a 100 000-ért. Eléggé gyépés kérdések vannak, ne, tehát azért nem lehet tényleg azt mondani, hogy mi azért, hogy tényleg... Ezért bíztuk rád a felolvasásban. Azért azt nem lehet mondani, hogy nagyon megdolgoztatjuk a hallgatókat, de most miért ne nyerje meg? Hát nyerje meg, ha most megvan, ne vigyük haza, nem? Hát inkább adjuk oda. Hát persze. Még egyszer 100 000-et adjunk? Még egyszer játszunk majd még 100 000 forintot. Igen. Hallottátok a szomorú hír, gyerekek? Hát ezzel holnap azért részletesebben kell foglalkoznunk. Szomorú hír. Nem tudtál foglalni a sízállásra. Visszamondta a Szeső-szigetek jól inkluzív szállások. Nem. Mit hagynak abban? Mi fejeződik be? Egy tévétörténeti korszak zárul le. Nem lesz többet híradó? Vagy... Nem lesz több YouTube videóra majkájának. Lesz több korázas bejelentkezés. Vége a barátok köznek. Na ne. Ne. Vége a barátok köznek. Istenem. Hogy fog hiányozni... Mikor láttátok utoljára? Hát ugye úgy most nem, szemetek vagytok. Nagyon későn van. Szemetek vagytok. Azért ez egy ikonikus sorozata a magyar televíziózásnak. Ez volt az első kereskedelmi tévén felelhető szappan opera, nem? Vagy ez a klasszis sorozat. Napi sorozat. Mert ugye előtte voltak már, de azok általában heti vagy két heti rendszerességgel jelentkeztek. Ez volt az első, ami naponta jött. Konta Barbarával, Júga Veronikával, hát Hoffer Misivel. Ők voltak az alapszereplők. Hmm. Vagy Hoffer Dani, vagy Hoffer Misi, ki volt? Misi. De Hoffer Dani az énekes. Család. Hoffer család. Hofferék inkább úgy van. Hofferék voltak. Tele voltak vele a Hofferék. Hát azért erről holnap mindenképpen nagyon beszéljünk. Jó. Varga Izabella. Mondd még egyet. A szegény ember Szálma Hayekia. De igen, a szegény ember Niki Bellucci. De hogy ne, nem Monika Bellucci-t akart.
Monika Berezzel, talán egy picit túlzol, de ha van valami esetleg, amivel ezt találkozott, támasztod, küld át nekem, jó? Köszi. Monika Bellucci-t akartam mondani, mert Niki Bellucci egy magyar pornós. Nem. Csak eltévesztette. Ma valahogy nem jönnek ki jól a nevek. Na, hát most van ilyen, én is lehetek indiszponált. Bocsiza. Nem, Monika Bellucci-ra gondoltam. Tehát, hogy vége, és át se teszik őket az RTL 2-n, meg soha így, ahogy van, lemész szárolnak. Ahogy nem, hogy nem átteszik, az csak elejéről elkezdik vetíteni. Átmennek a Csoki TV-re. És Dallas kettő barátok közt kezdődik előre. Főszerepben Júga Veronika és Konta Barbara. Hát azért erről holnap egy kicsit részletesebben beszélünk, talán még szólaltassunk meg valakit onnan, igen, alapszereplő közül. Hát egy ikonikus sorozat ér véget. Istenem, akkor visszahozzák még Magdi anyust. Várjál, kivasalták belőle azt, amit ki kellett egyébként. Tehát azért hány év? 20 évig? Magdi anyusból. Hány évig ment? 20 évig? Hát 97-98 körül indult? Mikor indult? Hát a 97, akkor most 22-23 éves. Azt nem tudom, hogy egyből elindult az RTL-e, de a kereskedelmi tévék, TV2 RTL, azok 97-ben indultak. Ez nagyjából 97 évig, 98-ban el kellett, hogy induljon nagyságrendileg. Ez az első. Hát akkor ez 22 év körülbelül, plusz-minusz 1-2 év. 22 év. Hát vajon van, aki végig? Van, aki végig benne volt. Van, hát. Úgyhogy csak például az a fiú. Hát figyelj, ki volt végig benne? Például Rékesi Karcsi szerintem végig van, benne Zsolt. Volt. Barta Zsolt szerepe biztos, hogy végig benne. Nagyon kevesen vannak szerintem az eredeti szereplőkből, de az biztos, hogy Barta Zsolt az tuti, hogy ott van az elejétől kezdve. Csak ő nem áll velünk szóba. Na mindegy. De régen szeretett minket. Az igen, volt igen. Korsz, igen, aztán valami megkorsodott. Nem, csak megharagudott ránk egy poénért szegénykem. Karcsi, de mi nagyon szeretjük továbbra is Karcsit. Karcsit? Nagyon szeretjük, kiváló szinkron színész meg színész, csak na, haragszik rá. Na mindegy, azért holnap ezzel foglalkozzunk. Te, Anna, te nagy békás voltál. Miért nem tudod, hogy nem feketébe jöttél ma? Békás. De még szerepeltél is benne. Hogy hát játsztam benne. 22 év után végig a barátok közt. Az volt a mélypont. Igen. Nem, az egy fénypontja volt. Vagy fénypontot akartam mondani. Az egy fénypont. Van még valaki az eredeti szereplőkből benne? Van még benne. Én nem nézem, de barátnőm az lelkesen nézi. Tényleg nem nézem, nincs rá sajnos időm, de ő lelkesen nézi mind a mai napig. És igen, vannak még a régiek közül. Hát Iganyító Csaba gyerekei. Például is, igen. Aztán Vili bácsi. Pontosan, így igen, van. Akkor még Vili srác volt, mikor indult. Ja, köszönöm, kicsit hozzá öreg. Aztán a drága Csekka. Ő is hát alapszereplő volt. Nem, hát ő később jött, de hát ő is már nagyon régen. Nagyon jót tett a sorozatnak egy nagyon jó karaktert hoz. Hiszen vele volt közös jelenetem, ugye emlékezzünk. Igen, voltak fénypontok. Hát ugye azt írja, hogy 98, tehát 97 minút azért, ez 98-ban indult. Igen, a Varga Iza van benne eredetileg. Varga Iza, Várkonyi András, a Tihanyi Tóth Csaba és a Csekka van 2008-tól. Azért ez gyerekek, hát az talán még a Szomszédok sem ment 22 évig. Nem. Heti volt. Bizony. Tehát azért az egy nagyon szép. Ez meg azért egy napi sorozat. Napi sorozat 22 év, hát azért ez egy nagy sikertörténete a kereskedelmi televízió. Azért, még ha volt olyan is, amilyen, hát nem tartoztunk a célközönségbe. Így van, de azért ez nagy dolog, bizony. Hát olyan nézettsége volt az elején. Döbbenet volt. Iszonyatosan sokan nézték. Hát még talán nálatok is, nem jönni? Nálatok is sokáig Móni nézte, szerette. Nagyon sokáig, igen. Sokáig. Hát nálatok igen. Az program volt. Csak hogy... elromlott az Orion TV-nk, és akkor egy darabig nem. Nem véletlenül. Nem, de figyelj, náluk tényleg, ők vették, kazettára vették fel, VHS-re vették fel. De legyen már valami durva vége, tényleg, legyen már valami, mit tudom én, nem tudom, felrobban a Mátyás tér, vagy tehát valami durvá hagyják abba, legyen egy ilyen film, mert valószínűleg leforgatták, de egy ilyen filmtörténeti pillanat. Rázóan egy Boeing a igen, ráesik egy fotel a rózsapresszóra, abban ül egy 747-esből kiesett utas, és ott a vége, érted? Vagy kilép a szekrényből még valaki, aki meghalt. Tehát, hogy valahogy furcsán, szürreálisan hagyják abba úgy, hogy ne varjanak el minden szálat. Vagy varjanak el egyszerre minden vagy szállat. Ja, vagy varjon mindenki mindenkivel. Az legyen az utolsó. Igen, nagy rohangál mindenki. Berohan egy szobába, mindenki ledobálja magára a ruhát, és egy iszonyatos nagy orgia. Kíváncsi vagy rá. Hát Vili bácsának megállna szív az ajtóban, amikor benéznek. Azért ezzel holnap foglalkozunk egy kicsit. Na jó van, megbeszéljük majd. Jövünk még egy játékkal? Igen. Jövünk még egy játékkal, jó? És a nap legjobb pillanataival mindjárt a hírek után. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. 3:49, ugye? Ez is egy jó kérdés, hogy mennyi az idő, Bali. Ugye, hogy itt lassan 43 évesen így el tudnád mondani, hogy 9:40, azért az nem lenne rossz. Itt a játékosunk, Niki. Hello, Niki, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Honnan hívtál minket, Niki? Érdről, hát az itt van, nem messze tőlünk, Érd. Igen. A festői Érd. És milyen foglalkozol, Niki? Én könyvelő vagyok. Ó, na, az nagyon jó.
És milyen vidám, hogy is sikerült valamit igen. eltüntetni. Nem, ma még nem írt, vagy ja. hívott a NAV. Igen, még nem hívott a NAV. Niki, egy CEVE fotó utalványunk van neked, ez gyönyörű egyébként, 20 000 forint értékű CEVE fotókönyv, ez egy ajándék utalvány. Így van. Szuper, jó hangzik. Jó? Jó is. Ez egy fotókönyv, ez a neve egészen. Pontosan CEVE fotókönyv. Ez ja. lesz a te kis ajándékod. És tudod, hogy ez a nehéz kérdések órája továbbra igen, is. Ez az nagyon ajándékod. Figyelek. Nagyon nehezeket nagyon kérdezünk. Nagyon izgulok, félek, hogy lehet, hogy nem tudok válaszolni. De... Hát igen, igen, azért durvák. Most nézem a múlt, hát az is durva volt. Mivel foglalkozol, nálatok is kérdés. Honnan hívtál bennünket? Jó, 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 jó. És azért pénteken megnyomtuk a gondoltam egy számra 1-től 1000-ig és 1-től 1 millióig, és azt is tudták. Az tehát azért ezt még azért majd hozzuk vissza valamikor, csak akkor jó. még szélesebb merítés kell. Mm-hmm. Na, mit kérdezünk Nikitől? Egy kérdés. Megvan, Feri mondott egy nagyon jó. Na, én nagyon figyelek. Szerintem tökéletes a kérdés. Igen. Aktuális is. Figyelj, Niki, nehogy elronsd. Jó? Figyelek, figyelek. Lehúzom az alázenét is. Melyik beiglit szereted jobban? A diósat vagy a mákosat? Basszus, azt hittem könnyebb a lesz. A mákosat! Sokkal jobb, mint a diósak. Komolyan mondom, pedig akár más is mondhattál volna, de te tudtad, hogy melyiket szereted. Hát ez elképesztő. Nagyon izzadtam. Mi lett volna azt mondja, hogy mind a kettőt utálom. Hát igen, az kész. Ezért akkor volt ez a nehéz CEVE benne. Fotókönyv 20 ezer forint értékben. Jó, nagyon szuper, nagyon-nagyon örülök. Hú, mi kézgultunk érted, de hál' Isten. Fú, vasszus. Kemény volt. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj. Nyereménye egy 20 ezer forint értékű CEVE fotókönyv ajándékutalvány a CEVE felajánlásával. Szuper, nagyon örülök. Nem baj, gyerekek, nem fognak ki rajtunk. Egész múlt hetet megnyerték, hétfőt is megnyerték, holnap megint nehezítünk. Holnap megint nehezítünk. Oda vágunk, most már nem szeretem, hogy mindig elviszik ezeket a CEVE fotókönyveket, tényleg. Én nekünk is, úgyhogy... Most már holnap valami durvát kérdezünk. Niki, kérem, küldjük neked, jó? Te ma még kifogtál rajtunk. Köszönöm, fiúk. Puszi. Nagyon jók vagytok. Köszi, sziasztok. Ciao. Érd büszkeség. Ciao. Jó, gyerekek, holnap oda vágunk. Jó. Holnap oda vágunk. Jönnek a nap legjobb pillanatai, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk a mi drága Szújó Zolinkat, gyerekek, hát egy horror baleset történt a bahreini futamon, ugye hétvégén, aki látta, tudja, miről beszélünk. Grozsán egy égő autóból szállt ki, úgyhogy senki nem mert volna erre fogadni. Az autó ketté szakadt, leszakadt az eleje, befúródott a szalagkorlát alá, mögé, lángolt a kocsi, 20-25 másodpercet töltött Grozsán az égő autóban, kiszabadult. 12 másodpercig jó a ruha. 12 másodpercig jó a ruha, meg a kesztyű, és hát felhívtuk Zolit, hogy egyrészt mesélj el, hogy pontosan mi történt, kettő, hogy mennyi idő a pilótának kiszabadulni, milyen csatlakozókat, kábeleket kell ilyenkor kihúzni egyáltalán, hogy zajlik. Nagyon érdekes dolgokat mondott egyébként, számos olyan dolgot, amit mi sem tudtunk. Szóval Zolival beszélgettünk erről a balesetről, és hát meghal David Prowse, ikonikus szereplője ugye a Star Wars 4-5-6-nak. Ő alakította a szegény Darth Vadert. Igen. De csak úgy, hogy ő volt a maszk mögött, mert még a hangja sem ő volt. És meghallgattuk, hogy más nyelveken hogy szól az az ominózus mondat, hogy Luke, én vagyok az apád. Egészen furcsa dolgokat hallottunk. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Azt hiszem, hogy Romain Grosjeannak a második születésnapja az november 29-én lesz mostantól. 2018 óta kell ezt a glóriát felszerelni az autókra. Ez egy ilyen nagyon durva titánium ötvözet, 9 kilós az egész, egyébként nagyon nehéz és nagyon magasan van, tehát az aerodinamikusok, a mérnökök mind utálták, amikor ezt bevezették, de 2018 óta kötelező, ez 12 ezer kilogrammot elbír, tehát 12 tonnát rá lehet tenni, ez a legerősebb része az autónak, és pontosan azért vezették be, mert ezek a forma autók, ezek úgy vannak kialakítva, hogy a pilóta feje volt mindig is a legsérülékenyebb. Ugye szegény Jules Bianchi 2014-ben gyakorlatilag egy ilyen balesetben vesztette később életét, hogy ott a sisak találkozott a teherautóval, vagy a emelő kocsival. Igen, egy ilyen darus kocsi alá csúszott be. Igen. Így van. És most is pontosan ez történt volna, elképesztő mértékben fejlődött a Forma 1-ben a biztonság. Mondjuk úgy, hogy 94 Imola, Ayrton Sennának a tragikus balesete és Roland Ratzenberger halála azon a hétvégén, az volt egy ilyen vízválasztó, akkor kezdték el nagyon-nagyon komolyan vizsgálni azt, hogy hogyan lehet biztonságosabbá tenni a Forma 1-es versenyeket. Na de ketté nem törhet egy autó. Hát láttátok a képeket, hogy az eleje befúródott a szalagkorlátba a két párhuzamos fémcsík közé, gyakorlatilag mint egy kés. Van az autók fedélzetén egy ilyen fekete dobozszerű adatrögzítő, abból már kiderült, hogy 53 G-s volt a lassulás. 53 G gyakorlatilag a másodperc törtésze alatt 220 km/h-ról megállt Grozsannak az autója, leszakadt a kocsi hátulja,
És nyilvánvalóan az volt a nagy szerencse, hogy nem a körülbelül 100 kg, mit tudom én, 110-120 liter benzin robbant be, mert egyébként azok is nagyon biztonságosan vannak már elhelyezve a kormányos autókban, hanem vélhetően a nyomás miatt, a túlnyomás miatt valami kicsi kiszivároghatott a tankból, vagy ugye volt a rendszerben, meg olajok, meg kenőanyagok, meg mit tudom én, és az azonnal berobbant, de hogy gyerekek, gondoljatok bele, mi van, hogyha Grozsán elveszíti az eszméletét? Csak egy percre. Látszott, hogy meg se tudják közelíteni az autót, és annyira észnél voltak a sportbírók, a beavatkozók, nem beszélve az orvosi autónak a személyzetéről. Ugye nem véletlenül rajtolnak úgy, hogy nem a safety car van a mezőny mögött, hanem az orvosi autó. Pontosan ilyen esetek miatt, hogy ő megy a mezőny után, és ha bármilyen helyzet van, miközben mindenki tudja, hogy a rajta legveszélyesebb, közel vannak az autók, tökig meg vannak tankolva, nagyon nehezen vezethetőek még ilyenkor, viszonylag hideg gumikon, tehát ez a legveszélyesebb része, gyakorlatilag ott volt 15 másodperc alatt az orvosi autó, és az volt a nagy mázli, hogy Grozsánnál az életösztön elkezdett működni. Ezt már nem lehet begyakorolni, miközben egyébként 5 másodperc alatt ki kell szállnod egy Form 1-es autóból. Azt úgy tudom, hogy ők gyakoroltatják velük, ugye? Tehát egyrészt előírás, hogy itt van, ilyen legyen a kocsiket, hogy nekik azt minden szezon előtt gyakorolni kell, hogy tudnak kijönni az autóból. Sőt, szúrópróbaszerűen bármelyik verseny hétvégén bármelyik pilótát kiránthatják, és csütörtökön pénteken megnézhetik, hogy ki tud beugrani az autóból. Ezt meg kell egyébként vizsgálni. A nagyon érdekes, hogy könyök, meg csukló, meg bokasérülésnél nem szokták azért engedni a pilótákat versenyezni, mert nem tud kiszállni az autóból. De ott minden az ellen dolgozik egyébként, hogy gyorsan kiszállj. Van egy 6 pontos biztonsági, jó, egy mozdulattal kioldható. Ott van a mikrofon csatlakozó, ott van az italnak a csöve. Tehát gyakorlatilag minden az ellen dolgozik, hogy te gyorsan ki tudsz állni, égett az autója Grozsánnak, és isteni szerencse, hogy nem veszített el az eszméletét, mert egyébként akkor nem tudom, hogy rángatják ki a kocsiból. Az a legdurvább kép, amikor ugye hatalmas tűz van, még oltják a kocsit, de azt látod, hogy a pilóta sehol, és tényleg, mint Targaryen a Trónok harcában, egyszer csak így előlép a lángokból. Ez egészen elképesztő, kiszáll a saját lábán. Tehát ez nagyon durva. Felfogni nem lehet, hogy ebből valaki kiszáll. Hogy szállt ki a csávó, ebből nagyon durva. Nem érted. Hát ez 10 év múlva majd megjelenik a sima tömegközlekedésben. Tehát minden, ami ott most újítás, meg új technológia, azt majd megörököljük. Lassú átmenettel, de hogy előbb-utóbb majd nyilván ebből mi is profitálunk valamint. És ez lenne a célja egyébként az automotorsportnak, mert alapvetően ez egy elég öncélú játék. De hogyha ezek a fejlesztések tényleg megérkeznek a hétköznapi autósokra, akkor nyilván van valami társadalmi haszna is. Csak gesztikulálni tudsz. A hangod nem te vagy, mert hogy az egy másik angol vagy amerikai csávó, ez a James Earl Jones, ugye ő volt az eredeti Darth Vader hang. Tehát kell a maszkod, kell a fekete kezed, a köpenyed, de egyébként kiváló alakítást nyújtottál. Ahogy megcsináltad a Jedi trükköt így, a kis mutatójadat, meg a hüvelykujjadat így óalakra formáltad, és odaraktad valaki torkához. Tehát azért ez egy komoly szerep, mégis azonban, hát David Prowse egyik leghíresebb szerepe volt. Mindenki azonnal tudja, hogy te vagy. És a közönség találkozón odalép hozzád egy 6 éves, mondd azt, hogy én vagyok az apád. Ugye? És a csávó 30 ezer közönség találkozón eljátszott, hogy én vagyok az apád. Nem is ő mondta. És közben ráadásul nem is ő mondta. Tehát akkor csinálj úgy, mintha eljátszanád, hogy én vagyok az apád. Szegénynek ez jutott. Ő 3 részen keresztül nyomta ezt. Találtam egy bejátszást, ahol különböző nyelveken Darth Vader ikonikus mondatát előadják, illetve pontosabban be van vágva 20 nyelven vagy 15 nyelven az az ikonikus mondat, ami úgy szólt, hogy... Hogy kakilnom kell, hol van ezen a cipzám. Mindjárt beszarok. Állítsátok le a felvételt, mindjárt ide kulázok. Vegyél el, rakj rólam ezt a szart, mindjárt beszarok. Te hülye vagy. Nem. Hát mit mond, mi volt a legikonikusabb mondat a Darth Vadernek? Én vagyok az apád. Így van, ez volt az én vagyok az apád. Feri, lehetne egyébként, nem? Lehet, ezzel a dohányzós tüdővel egyébként simán. Utólag szinkronizálták, tehát maguk a szereplők sem tudták. Luke Skywalker sem tudta. A Darth Vader sem tudta. Mert filmből tudta meg Luke is. A filmből tudta meg, vagy utána mondták el, hogy ez ne menjen ki. Mindjárt levágom a kezed. Azt mondta neki, tudd meg, laktóz érzékeny vagyok. Én is, és te is laktóz érzékeny vagy. Titokba tartották, és azt mondja, várjál, mit is mondott a Darth Vader? Soha nem lesz ennél nagyobb szereped. És tényleg. Elfogyott a büfésátorban a somlói kocka. Ne! Én öltem meg Obi-Wan Kenobit. És eljött a nem. Igen, ezt mondja. Ezt mondatták el a színésszel.
Erizon megcsinálta Kerryt. Ne! Erizon Ford és Kerry az öltözőben franciáztak. George pedig Harrison. Na figyelj, hogy szól ez különböző nyelveken? Azért erre kíváncsi vagyok, ez tök jó. No, I am your father. Hú, ezt nem értem, ez milyen nyelven volt. Nem állja. Na várjál. Tehát ez ugye, ez az eredeti, ez az angol, ez a James Earl Jones hangjával, ugye ez az én vagyok az apád mondat. Luke, migráncsalagutakat találtak a Tatooine. Ne! Csak annyit mondok, soros gyerek. Minden ülőtelt. Figyeld, következő. Spanyol változat, figyeld, spanyol változat, nagyon jó. Soy tu padre. Jól szólj, tu padre. Ez az por favor. Nagyon, ez borzasztóan szól. Nem. Ez az a durva, hogy ez vagy Jézus magyarul szól jól, vagy angolul. Ez sehogy máshogy nem szól jól. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Jézusom, ez valami nem tanul. Igen, ez valamit valami kiragadott ilyen náci beszél. Figyelj, figyelj, francia. Je suis. De miért mondja ezt ilyen biztos? Je suis comme si, comme ça, un faux fader. Milyen szar a francia szinkron? Ebből látjuk, azért a magyar szinkron ugye milyen zseniális, pedig hányan szinkronizálták, ugye? Darth Vadert is. No, io. Hát ez nincs is meg, tehát én nem is tudom oda rakni. Jászem túj otec. Ezt te még érted? Hát ez az otec, az ugye apuka. Jászem túj otec. És valószínűleg a magyar is így szól másoknak, ugye ilyen bénán. Kínai. A japán a legjobb. Figyeld a japán, figyeld. Tájul, figyeld, hogy szól tájul. Balázsék a Rádió Egyen. Japán jó. Jó. A japán jó, az jó. Angol jó, hát a magyar a az német ilyen. Is. A német, no. Hát ich bin mein Vater. Ne menjünk bele, mert aztán... Ilyen soha nem tudom leállítani magam. Igen. Úristen, de nagyon jók ezek. Ez mi volt még táj, csak nagyon rosszul igen. Tudtuk beadni. Cseh. A francia. Hát a francia ez mi volt? A francia nagyon furcsa, igen. Francia nagyon furcsa. Érzeld már egy kukit. Darth Vadernek. Kukit? Képzeljek egy kukit? Aha, oh, ja, egy hatalmas fekete. Ja, azt hittem azt, hogy most írtam, hogy miért képzeljek egy kukit. Itt van velünk Dia, mert hogy még egy játékunk van, gyerekek. Hello, Dia! Sziasztok! Hello! Dia! Mi a helyzet? Meló, Dia? Így nagyon van, munkában vagyok. Jézus úr is. Munkában vagyok. Ezzel most azt hiszem, oda tettem a végére. Dia, figyelj ide, még mindig vannak teheneink, mert hogy kétszer játsszuk a 10 éves a magyar tej játékunkat, magyar gyomorba, magyar tejet, magyar tehénből, ugye? Magyar igen, tejet, remélem, magyar megtalálom. Meg hát nagyon bízunk benne, hogy megtalálod. Ugye 5 darab tehénből kell választanod. Ha megtalálod elsőre a magyar tehenet, aki magyarul beszél, igen, az nagyon jó. A többi tehén az adott nyelven szólal. Meg franciául, németül, olaszul, spanyolul is megszólalnak ezek japánul a tehenek. Japánul is. Japánul viszont akkor ugye megkapsz 3 kérdést, és nincs meg egyből a 100 000 forint. Mit csinálnál 100 000 forinttal? Hú, szerintem a gyerekeknek karácsonyi ajándéknak nagyon jól jönne. Na, mekkorák a kis... Lurkók? Lurkók. 3 és 5 évesek. 3 és 5 éves. Aha. És imádják a Legót. 23 és 38. Nagyon jó. Oké. Imádják a Legót? Tehát egy ilyen Legót venni nekik karácsonyra. Na figyelj, itt legelnek ezek a kis tehenecskék, magyar földön, magyar füvet, magyar ég alatt, magyar ég alatt, magyar szélben, magyar szél. Kézzel magyar tőgyet. Magyar tehén, magyar füvet legel. De ott vannak migráns tehenek is, úgyhogy ki kéne választanod, mondanod kéne egy számot 1-5-ig. Figyelj, a hármast már mondtuk, igen, azt nem mond. Igen. Az a franciát. A kettes szeretném. Én szerintem azt sem mond. Én mennék a másik oldalára. Persze. Legyen a négyes. Hallga. Magyar tehén, magyarul beszél. Rám találtál, én vagyok a magyar tehén. Velem nyertél, hisz mindenki tudja, én tejelek a legjobban. Hey!
volt 100 ezer forint! Jó, köszönöm szépen! Ki van még ott melletted? Jaj, hát a munkatársam itt boldogok már. Hát van is miért. Nagyon jó, akkor többen vagytok. Mit dolgozol? Mit dolgozol, Dia? Hát igen, igen. Ha nem egyedül van, akkor többen vannak. Időhúzó kérdés volt, közben olvasok itt. Mit dolgozol, Dia? Mit csinálsz? Ortopéd műszerész vagyok. Ortopéd műszerész, aha. Nagyon jó, nagyon jó. Még kell kérdeznünk tőled valamit, csak hogy meglegyen 100 000 forint. Mi Jani vezetékneve, ez a kérdés? Új, de nehéz. Nagyon nehéz, Vadon. Na, jaj, nagyon szépen köszönöm. Hát akkor boldog karácsony neked, 100 000 forinttal. Jaj, nagyon szépen köszönöm. És akkor költsétek szép dolgokra, a gyerekeknek vásároljatok szépeket, jó? És boldog karácsonyt. Boldog karácsony nektek is, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, puszi. Hello. Szia, puszi. Ciao, 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 hello, hello. Most már nem baj a boldog karácsony, november 30-án belefér, engedjük, mehet. 100 000 forint után. Kezdjék el gejleskedni, vagy hogy nagyon túltolni? Szerintem nem csinálod a karácsonyi hangulatot. Én nagyon dolgozom rajta. Én nagyon dolgozom rajta. Hogy legyen karácsonyi hangulat. Nincsen ezzel gond. Ez szerintem holnap is adjunk 200 000 forintot, annak jobban örülnek, mint hogy csak boldog karácsonyt kívánsz. Ne mondjam, korán van még? De lehet, hát holnap elsője, nem? Igen, na hívjuk a naphallgatóját. És akkor elbúcsúzunk. Hát mert azért tudok én karácsonyi hangulatot kívánni máshogy is. Halló! Balázsék? Oh! Hello, bocsánat! Hát, ahogy hallottad, nem a Magyar Tudományos Akadémia. Igen, nem. De te honnan beszélsz? Nagyon elbújtál. Mondták igazadban. Elbújtál? Nem, maszkolási rend, de szabadban egyre megyek össze. Aha, egészségedre. Jó, hát bármit mondtál, akkor te vagy a naphallgatója, mert nagyon jót küldtél nekünk. Ugye a Mávos hírra is foglalkoztunk, hogy lecsatoltak, nem túl tudatosan, de két darab kocsit. És filmcímeket küldtél, Máva kocsik hallgatnak, félelmi és reszketés a vakomban, Mávors, egy kerék bosszúja. Tudom, hol álltál tavaly nyáron. Nagyon jókat küldtél nekünk. Pistikém, te vagy a naphallgatója, jó? Szépen köszönöm. Küldünk egy szép ajándékcsomagot. Mi köszönjük, hogy hallgatsz minket. Köszönöm, szia! Ciao, ciao! Hello! Már a végét nem értettem, mit mondott, hogy maszk van rajta? Nem tudjuk, hogy mit mondott, mert valószínűleg maszk van rajta. Jó, akkor hallgassátok még ezt egy percig. Köszönjük szépen, holnap kétszer 100 000 forinttal megint itt vagyok. Megyünk már, mondjad, hogy hello! Hangolottok a karácsonyra? Egyre jobban, már érzem is az illatot. Mármint a fenyőfélatát. Ez az én borzasztó lelkemet mutatja, hogy ezzel még mindig tudok nevetni? Holnapra csináljunk egy hányósat. A te mosolyod a mi boldogságunk is. Rettenetesen infantilis vagyok, hogy ezzel még mindig tudok nevetni? Igen. Szerintem nem, csak klasszikusokat szereted. Na jó, menj gyerekek, jövünk holnap, vigyázzatok magatokra, jó? Puszi! Sziasztok! Hello! Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek!